és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggelt! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ettől a zenétől még a személy is kiesik az embernek. 6 óra, 13 perccel jó reggelt. Kívánunk mindenkinek. Hello! Feri, hello! Sziasztok! Jó reggelt! Itt vagyunk. Put your hands up in the air. Belülről nyomja a szemed. Úristen! Lüktetett a szemem, gyerekek. Mindenki fölébred, ha fel akar, ha nem. Így van, mert ezek után nem lehet már visszaaludni. A halottak felkelnek, kogátlanul a zenétől. Te jó Isten! Yes. Na, itt vagyunk, hello mindenkinek, jó reggelt. Szerda van. Hideg, még mindig változatlanul, nem jön enyhülés. Talán egy-két fokkal van melegebb, de mínusz 8-ról leesett mínusz 6-ra. Körülbelül kb. Ennyi. Ez a változás. Aztán majd a hétvégén majd jön vissza. Amíg meredekebb. Még meredekebb hideget mondanak? Tényleg? Persze. Most már azért elég volt. Jön az még, és akkor ráadásul még olyan vasárnap hétfő magasságon még eshet is egy kis havacska is. Jó volt, szép volt. Én most már úgy pont el tudom képzelni, hogy jönne a tavasz. A kis melegedés. Kis melegedés, most már nem. Most ez felszokna egy 15-re pluszban. Ha? Igen. Azzal kívül el vagyunk áprilisig, és igen, meg már májusban egy 20-as, szerintem meg vagyunk, kész. Igen. És akkor most mínusz 12 lesz? Hát annyira nem lesz durva, mert mínusz 11 péntek. Tehát tényleg nem lett 12, bocsánat, igen, ha így van, csak az éjszakát nézed, vagy a nappal? Tessék, nem, hát ez a legalacsonyabb hőmérséklet. Tehát, hogy az, ami várható, a legalacsonyabb hőmérséklet. Nappal nem, nappal csak ilyen. Na csak, hogy mennyire más mutat a Samsung meg az iPhone, nekem a pénteki Budapest az mínusz 7 csak. Aha. Ő nem ijeszget annyira. Éjszakai? Éjszakait mutat, az mínusz 7. Ez emberbarátabb. Szombat, vasár pedig már pluszokat mutat. Nálunk csak a könyörtelenség. A Samsung nem viccel. A kegyetlen őszintesség. A Samsung nem viccel. Na, gyorsan vetek egy pillantást a teniszre, ne haragudjatok, jó? Persze, csak nyugodtan. Na is, Feri, veletek mi van? Te nagyon-nagyon jó. Edzésen voltunk a Somával este. Na. Ugye kedden és csütörtökön jár a gyerek szertornára. Szertornára, a Honvédba, és volt egy anyuka, aki, hát így, hogy is mondjam, nem nagyon tudtam földolgozni a dolgot, mert ő hetente szerintem 85-ször járnak egy külön órára. És ő böltött az edzővel, de akkor nem is meg tudja csinálni. Nem az edzővel, hanem a gyerekkel, aki láthatóan tegnap kedd volt, tehát a hét második napjára már vonszolta magát. Kedd volt, de aztán kiderült, hogy ott közben egy másik szülővel beszélgettem, aki elmondta, hogy ez az a szülő, aki hétfőn úszni viszi egy 4 órás edzésre a gyerekét. Kedden vannak szertornán délután 4-től este 9-ig, de úgy képzeld el, hogy tényleg, és ha beletők lesz, akkor is olimpiai rohadjál bajnok meg lesz. Valamiben biztos, hogy jó lesz, hát a büdös kölyök, és a szegény gyerek mondta, hogy ő már csak haza akarna menni aludni. Ez volt este ilyen fél hétkor volt vége az edzésnek, haza akar menni aludni, és az anya mondta, hogy nem, még átmegyünk a nem tudom hova 7-től 8-ig edzeni. Atyaisten, torna után? 7-től 8-ig, érted? Hány órás a torna egyébként? Egy óra? Egy óra csak, illetve hát akik már profiban csinálják, tehát mondjuk egy 8 éves gyerek, az már tud 2 órás edzésre is. Aha. Ott is van, aki heti 4-szer megy. 4-szer iskola után. Van, aki ott írja a leckét a padon. A heti 5-szeri tornaóra mellett, az iskolai tornaóra mellett. Mondjuk az a bóbli kategóriába. Hát, hogyha normális azért, a tanár, akkor azért. Az azt nem mondanám sportnak mindig, igen, amikor a tornaterem mellett rohangálnak a folyosón izénélkül, tehát az most egy 40 perc tornaóra a gyereknek az lópik. Jó, ezen most nyilván lehet vitatkozni, hogy jó. Akkor nem a heti 2-3 volt, most heti 5, tehát hogy az Ha van hozzá tornaterem, meg folyosó. Mindegy, 4-kor kijön a gyerek, anyuka fölmarkolja, vagy már 3-4-kor elhozza, hogy a 2 órás edzésbe velem, és ez a gyerek, ez úgy jár, mondom, hogy itt lenyomta az egy órát, és még 7-től 8-ig elvitte, azt hiszem, úszni. Mert még 8-kor itt van a műjeg, még lehet elmentek korizni egyre. De az legalább dili, tehát ha nem versenyszerűen űzik, érted? És futsz a busz mellett haza. És futsz haza. Ilyet nem ülsz föl a hetesre, majd én megyek. Hogy ő nem akar egy kicsit a gyerekkorát a gyereknek erőltetni? Hát valamiben jónak kell lenni. De nem lehet, hogy 7 éves gyereket szerintetek? Na kell így nyomni, hogy... Nyilván nem, persze. És ott üvöltött anyuk, hogy már pedig, de még úgy, átmegyünk, mert tudod, hogy kedv van, a úszás 7-8-ig. Atyaisten. Hol van még a hétvége? Állt. Atyaisten. Igen, és hol van még a hétvége, amikor nyilván nem... Hétvége verseny. És hétvégén verseny van. Hétvégén verseny van. Most Panna, aki viszont kézilabdázik, őt profi sportolóvá irattuk, be kell iratkozni nyilván, és mondták, hogy havonta egyszer szombaton majd megyünk versenyre. Hát mondom, ti, hogy én?
hogy az jó, hogy a hétvégére... Hogyne. Tényleg? Persze. Te jártál hétvégén, mikor versenyt? Én mindig hétvégén volt a versenyem, persze. Jó volt, hogy te nem a játszótéren voltál, hanem elmentél gyungózni. Nem akarsz már 8-10 éves. Meg már játszótéren is birkoztam. 8 éves gyerek nem akar, de hogy... Hát én kinövöd. Tök unalmas. Tehát az, hogy elmenni versenyre és ott nyerni versenyen, meg minden sokkal jobb volt, mint játszótéren. Persze, hát a játszótér azért az... Akkor nem játszótér, nem tudom mit csinálni. Meg egy idő után mennyire unják már a gyerekek, hogy állandóan mindenkit betusolsz, megérted, hogy két vállon feltrengenek, meg tudod, izért, te ünnepelteted magadat a homokozóban, aztán hogy hírek érted. Igen. Én vagyok a király. Jó van, gyerekek, megnyugodtam, csak azért voltam csinálni, megnéztem Roger hozta. Jó. Okay. Hála a kibekeltük. Roger hozta a Dolgopoló velem, 3 szetben nyert, a Berdik még játszik, Csillic Ramos, teszel, nem teszel Feri, te nem? Nem tudom, na most megbeszéltük. Oh, pedig az jó, ez mexikói kölyhan. A Csilli az Csillic jó, Ramos ember. Csináljuk azt, igen? Hogy virtuálisan, tehát nem csinálunk semmit, elkülönítek. Játékpénzben 20 000 forintot, most mondasz egy ilyen Csillic Ramost, igen? Én megnézem, hogy mi az ott, de igen? Nem teszem föl a pénzt, mert ugye nem játszunk. De azt mondjuk, hogy képletesen fölteszem a nem tudom, a 10 000-et vagy a 20 000-et, amit mondasz, az szerint az ott szerint itt majd vezetjük egy papíron. Uh-huh. És amikor vége van ennek az ausztráliai Open-nak, akkor azt mondjuk, hogy a Balázs tippjei alapján ebből a 20-asból én csinálhattam volna 40-et, vagy elbuktam. Vagy 100-at. Vagy mínusz 100-at. Tehát ez legyen. Nézd meg, és akkor mondjad, hogy Csillic Ramos, azzal mi van, és akkor én azt így lepapírozom magamban, de nem tesszük meg természetesen, mert nem játszunk mi adásban ilyeneket. Nem csinálom ilyeneket adásban. Akkor Csillic Ramost nézem meg, hogy mi az ott rá? Nem kell, nézd meg, tedd meg, amit mondok, és akkor jó lesz. Nem kell megnézni, te ne okoskodjál. Te várj, ez ATP vagy VTA? Ez CBA. CBA? Akkor nem lehet. Akkor a Lázár itt. Most mindenki ott van. Most mindenki ott van, most a csajok is, meg a fasik is ott vannak. Aha. Most ez a legnagyobb. Igen. Minden más csak smafu. Igen. Minden más az most csak mellébeszélés. Sepi. Így van. Kurdla Sepi. Ilyenek az összes bundázó most itt van, úgyhogy ide most mindenki ott van. Nem derültek ki új dolgok a bundával kapcsolatban, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi. Általában nem fognak neveket nyilvánosságra hozni. Úgyhogy hát a BBC is puhol már. Állítólag is doping botrány kapcsán sem érdekes, hogy ott is hatalmas volt a felhajtás, mindenki erről írt, hogy és mi, meg mizé, meg top versenyzők, meg mekkora atléták, és hogy van köztük olimpiai bajnok, és aztán nem lett belőle semmi. Nem lett belőle semmi, persze. Úgyhogy hát nem tudunk egyelőre. Egyelőre neveket, gyerekek. De nem is baj. Na, nézzük, mit írnak a hallgatóink így kora reggel, kivel mi van, kinek hogy indul a reggelem. Azt nézem, hogy trafival mérnek Nagy Peterden a Pécs felől érkezőket a busz megállónál, úgyhogy vigyázzon mindenki. Aztán már van, aki Fekete Ferigen nemre jelentkezik. Nagyon jó. A feleségem ma kezdi a városi vezetést. Sala írta nekünk. Hát azért írnak, hogy melyik városban. Ja, hol nem menjünk ki az útra. Igen. Aztán azt nézem, hogy egy év kiadás után ismét egy oldalon. Tovább nem csábíthat az androidos sötét oldal. Hello iPhone 6S. Írta nekünk valaki. Egy év után hát visszatért. Próbálkozott, megnézte azt is, hát ha működik. Aztán nem tudta követni a fejlődést is. És azt mondta, ez neki túl sok. Ez neki túl gyors ez a fejlődés, amit a Samsung csinál, igen, és visszatért. Visszatért az iPhone-hoz. Egyelőre ezek az SMS-ek vannak, nyugi van még mindenkivel, mindenhol. Juli tegnapi csúszkamasszását nagyon szerettem. Mindenki nagyon szerették. Nagyon szeretik, picit magasra rakja a lécet ezzel, tehát hogy így legközelebb nem tudjuk, hogy hova tud majd elmenni. Űrutazás. De, igen. Csak az jöhet, de ennél bátrabb rovata nincsen senkinek. Tehát, hogy egyszerűen nem létezik, nem hallottam sos senkiről, aki ennyire bevállalós lenne, mint a Juli. Tényleg. Igen, ez tényleg jó volt. Meg jó, most belegondoltak, azért szerintem a Hapsik nagy többsége erre vágyakozik, még ha nyilván tegnap is jött olyan SMS, hogy misora elkölcsi feltét. Hogy a felesége azt mondja, hogy figyelj, ne elmegyek, ezt megtanulom, nem? Persze. Hát azért kicsit, jó az. hogy hazajöjjön és azt mondja, hogy na figyelj, akkor most feküdjél, mert jön valami olyan, ami eddig még nem volt. Hát szerintem ez jó.
Ez, hogy azért ez tüzet tart a házasságban. Mondjuk, hogy a picit tudja magát iróniával szemléli az ember, és elmegy mondjuk egy ilyen szituációval, mint amit a Juli vázolt, tehát ott azért nem tudod, hogy mit csinálja egy alapvetően, tehát hogy felizguljál, vagy pedig élvezd a pillanatot, vagy pedig sírjál a röhögéstől, mert azért ebben a háttérben volt minden. Tehát, hogy azért ez nagyon szokos volt. Igen, de aztán a maga a tudás, amit a Juli elhozott a helyszínről, annak meg ugye a férje tökre örül. Mi van a taxis tüntetésünkkel? Zajlik még? Hát, zajlik, igen. Csinálják zajlik még a reklámot az Ubernek még mindig? Egyre szebb nyilatkozatok vannak, és egyre szebb transzparensek. Pont a Janival beszéltük itt reggel, hogy kitettek magukért a taxis fiúk. Igen, tehát hogy fölmész a netre, olvasgatod azt, hogy mik történnek, milyen hangvételben nyilatkoznak, hogy mit csinálnak kint. Tehát, hogy tényleg tisztelet a kivételnek, nagyon erősen hangsúlyozom. Tisztelet a kivételnek, azoknak a kulturált taxisoknak, akik visszafogottak, akik tényleg racionálisan gondolkodnak, akik kim vannak ugyan, de azért nem ütnek meg egy olyan stílust, ami inkább elrettenti a taxisoktól az embereket, az utasokat, mint sem, hogy szimpátiát kelteni rántuk. Hát elképesztő felvételek vannak fent a neten. És most hol tüntetnek éppen, vagy hol vannak? Hát most már lassan be kell zárniuk a bazárt. Igen, menniük kell? Igen. Tehát, hogy most már lejár a mandátum, és lassan egy sátrat kell bontaniuk a Szvátit értelmében, haza kell menniük, de hát a fáradt. Meddig van engedély? Ma estig, vagy hogy van már? Igen. Nem akarok hülyeséget mondani. Tegnap láttam egy anyagot ezzel kapcsolatban, akkor mondták, hogy most ma már be kell fejezni. Aha. Tehát ma már nem lesz. Igen. Ma már vége van a Virgyeknek. Igen. Uh-huh. Na jó. De azt mondták, hogy addig maradnak, amíg be nem tiltják a Uber. Hát de azért az hosszú lesz. Uh-huh. Tehát mire az App Store-ból azért kiszedik, azért az úgy nehéz lesz, hogy ne tudjunk letölteni alkalmazásokat. Igen, hát mindenhol lehet, nálunk is ugye elhangzott még mindenhol. Most már gyakorlatilag, hogy ennél nagyobb reklámot az Uber nem is kaphatott volna. Semmi. Tehát az elmúlt 3 napban 8-szorosára nőtt a forgalom, a letöltés, az ismertség, minden. A Google Analytics beterről beszéltünk tegnap. Visszanyalt a fagyi. 100-szorosára ugrott az ismertség, igen. Na, mutatjuk, miről is volt szó. Tegnap több témánk volt, és felmerült ugye Pippa Middleton és egy milliárdos pali kapcsán, hogy az összeköltözés pillanatában mik derülnek ki. Ugye, mert hogy ők állítólag összeköltöztek a királyi család sarja, és hát illetve pontosabban nem a királyi család sarja, hanem ugye Katalin húga, Pippa Middleton, aki már betársult ugye a királyi családba, és egy milliárdos pasi összeköltözött, és ez így nagyon szép. De mi elkezdtük az összeköltözésnek azon pillanatait boncolgatni, amikor is lehull a lepel, és hát hogy is mondjam, tulajdonképpen megtörténik az első olyan pillanat, amikor rájössz, hogy a párod is ember. Ugye? Kialakul a puki bizalom. Így van. És hát hallasz, látsz olyan dolgokat, amiket nem biztos, hogy akarnál, de hát nem csak mindig jó és szép az összeköltözés. Igen, főleg az eleje. Megvillannak a fogak fehér. Megvillannak, igen, a fogak. Úgyhogy erről beszéltünk tegnap. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. A tegnapi adás legjobb pillanatai. Az első randin én is csináltam olyat, hogy az első randin megengedtem a csapot. Ugye? Tehát ilyen van. Amikor felmész a csajhoz, és még egy kicsit gátlásos vagy, hogy elmenjél ugye pisilni. Na most itt is még jön a játék, mert ugye a pisivel van puki, és akkor ugye elindítod, hogy úgy nyomod ki a pisit, hogy közben visszaszorítod a pukit. Aha. Aha. De volt olyan rossz, hogy most csináltad. Erről engedett, hátul fogod. Most már mindegy. Megtanultam úgy pisilni, hogy ne kelljen pukizdom. És egy ilyen elől engedem, hátul szorítom. Vagy valahogy köhögsz olyankor. Igen, mégis. De akkor is van ilyen, tudod, hát folyamatosan nem tudsz köhögni, érted, egy köhögési dolog. Nem mondjátok, hogy nem randíztatok úgy csajra, hogy fölmentetek hozzá, és azt vártátok, hogy 2 óra után végre hadd menjetek el, hogy végre nyugodtan a lépcsőházban már tudjatok egyet pukkadni. Nem mondjátok már. Nem vagytok igazi férfiak. Ugye 2 óráig te ott kultúrlény vagy. De már érzed, hogy már befele, már fáj, már feszíti asod, és végre kimész, és még maradhatnál 11-ig, de inkább 10-kor hazaindulsz, és az emész, és így kisimulsz. És még mondod, hogy lent hagytam valamit a kocsinál. Egyszer mentem le. Aha. Kérdezzek, mama, nincs is kocsid. Nem baj, megnézem, hánykor jön a busz. Jó, vízhangos, nincs az. Tudom, hogy hova mész. És akkor, hogy ültél a kanapén, ilyen feszegő arc, és akkor így de jött, persze, izzadtam. Tehát mondtál ilyen, hogy ilyen alibidumálkod, hogy ne arogj nekem, picit túl gyors ez a tempó, most el. Hát az első randin ezt még nem csinálod meg. Ne arogj az első randin, én még nem szoktam. Hát 20 évesen ott ülsz, feszengsz, megengeded a csapot, ha bemész a WC-re. Ugye nem
mered még azért mindenedet úgy elengedni, igen, imádkozol, hogy és akkor hallod, hogy korog a gyomrod, mert az ugye azt jelenti, hogy befele durrant. Az, az nem volt meg? Mikor fogod, ne, és akkor befele durrant. Ugye a puki bizalomnak ki kell alakulnia. Puki bizalom az. Ja, akkor tényleg igen. Tehát hosszú hónapok telnek el, mire kialakul a puki bizalom. A puki bizalom az már a kapcsolat elmélyülését jelzi, basszus, lehet ezt építeni, de tényleg így van. Nem az az igazán kellemes, amikor így már készülsz, mert akkor tudsz még védekezni, vissza tudod tartani, hanem amikor ilyen nagyon laza akarsz lenni, és mit tudom én, a fal mellett oda vannak készítve a CD-i, és akkor lehajol. Hey, Jean-Michel, Jean-Michel! És akkor tudod, és úgy csináltok mind a ketten, mintha nem történt volna semmi. Így van. Az a lényeg, hogyha ő pukizik, te csinálj úgy, mintha nem hallottad volna. Ne bánts meg azzal, hogy meghallod. Igen. Hát de mind a ketten tudjátok, hogy megtörtént. De ez egy közös kollektív hazugság a másiknak. Aha. Nem hallottam semmit, ránézel, és hogy ő is hazudik a szemével, és te is neki, és megpróbálsz valami, hogy hívják, hogy veltelenül figyelet falra néző, és azt mondod, Salvador Dalí, gondolom reprodukció. Én volt úgy, hogy felmentem a csajhoz, és először bementem megnézni, hogyha bekapcsolom a melegvizet, mennyire hangos a kazán, ami belobban. És akkor megnyugodtam, hogy hangos a kazán, akkor maradhatok. Találtunk egyébként egy applikációt, illetve egy alkalmazást. Részletesen kielemzi, hogy milyen típusok vannak. Ezt lehet, hogy érdemes az első randi megmutatni, nem? Igen. És beazonosítani, te hova tartozol. És hogy hova tartozol, így van. Gondolom megint nem a mosogatásról lesz szó, mert... Hogy érzed? Hogy érzed? Nem hajtogatja össze a ruhát maga után. Na figyelj, csak megmutatjuk, jó? Figyelj, hogy milyen típusok vannak. Közönséges szellentés. Kislányos. Szűrös taxisofőr. Bocs. Locspocs. Köszönöm Istenem, hogy kiértem a WC-re. Ne, csak most keltem fel a WC-ről. A félre sikerült. A királyi vadász. Na, jó van. Basszus, mondd, hogy nem így van. Robika csak annyit írt, na végre. Na, Robika rádió DJ-t hallgat minket. Néha egy kicsit lehet, gyerekek. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3-4-7 múlt, pontosan 3 perccel. Szép reggelt mindenkinek. Hűvös január van, de legalább látjuk Ausztráliát, és ez megnyugtat. Ahol igen. Meleg van. Igen. Ahol meleg van, ahol jó idő van, ahol süt a nap, így van. Szörnyű ez a hét jelen. Nálunk is fog sütni a nap egyébként hétközben. Igen? Meg a hétvégén lesz egy is, kis napsütés? Igen, most csak az OMS-nek a honlapját azt mondja, hogy szélcsendes tájakon esetleg még mínusz 17 fok is előfordulhat. Azt azért az elég erős, és ez az OMS. Ez egész biztató hangzik. Nagyon drágák vagytok, köszönöm szépen a sok névnapot író hallgatónak a köszöntést. Mert boldog vezetéknapot kívántok. Olyan rendes. Nagyon szépen. Olyan rendes. Nagyon szépen köszönöm, nagyon cukik vagytok. Ma a Sebestyének ünneplik a névnapjukat, és van, aki egyszerre most a vezeték nevét. És mi van valaki Sebestyén? Hát van olyan? Ott azért a szülők nagyon gonoszul elbántak vele. Az milyen menő, mikor Sebestyén? Nem, Gábor, mi az izim? Gábor, ja Isten. Gábor. Boldog vezeték és névnapot. És Isten értesen, mert van a születésnapod, és így van. Szóval, hogy szóval nincsen Sebestyén? Nincs mi? Nincs. De... Vagy lehet, hogy van, de azért nem tudunk róla. Kategorikusan lehet. De hát akkor neki egy aranybánya mai nap. Az biztos. Hát, akkor ma minden. Biztos. Ma minden van. Mindent visz. Tényleg a vezetéknevünket miért nem ünnepeljük, miért csak a keresztnevünket? Miért nem örülünk annak, hogy hívnak bennünket? Miért nincsenek vezetéknapok is? Hogy Kovács nap is az összes. Igen, persze. És akkor a vezetéknevelet is ünnepelhetnél. Még én nem ünneplek névnapot se. Nem szeretem. Van, aki pedig mindent ünnepel. Valaki minden nap ünnepel. Az éves 3 buli egyike, hogy összejössz a családdal, haverokkal, István nap, azt akkor tudod mindenki. Ez sok helyen még mindig persze, igen. Tehát a névnapi felköszöntés, megköszöntés, az még nagyon sok helyen megy. Nálunk nincsen családon belül névnapi köszöntés, de nagyon sokan. Így van, valami. Gyűlnek. Összegyűlnek, isznak egy ezt, vagy egy azt, és kész. És már is jó a buli. Nem kell karácsonyig várni, érted? Minek, valameddig születésnapig, érted? Hát minek várni? És akkor is legyen torta, meg ilyenek, és aki mondjuk évente 3 névnapot is ünnepel, akkor erre mondj, boldog, 383. névnapot. Hát tényleg igen, aki többször hívnak úgy egy évben? Az Istvánok, a Tamások, a Ferencek, így van. Csomó névnapból, ugye, vagy névből rengeteg névnap van. Hát ők mindig isznak egy kicsit.
majd. Na, azt mondja, hogy jobb ma egy Jacko, mint egy LMFAO. Andris küldte nekünk. Andris, szívünkből beszélsz. Abszolút, egy Jacko mindig jó. Engem. Én mindig majdnem elsírom magam, komolyan mondom. De tényleg egy rockarc vagyok alapvetően, tehát így viszonylag ritkán hallgatok Jackot, de hogyha hallom, akkor mindig visszasírom ezt az embert, mert óriási multitalentum volt, és valahogy hiányolom a mostani zenei életből az ilyen kaliberű szerzőket, előadókat. Most miért? Most mint Ola Murs, meg Ola Ola. Jó, ő kivétel. Omi meg ilyen, igen. Uma, meg Ola Murs, meg nem miért mondod. Ray Dalton, meg Madakon, meg Metcon, meg Mutkon, meg Putkon, meg mit tudom, olyan nevek vannak. Nem mondta, hogy azért ők nem nagy talentumok. Hát ők egydalosak lesznek valószínűleg, azok ugye? Ők is azok, igen. Azt mondja, sírtam a pukkizós ismétlésen, a metron a csaj nem tudta, mint röhögök, a könnyem is kicsomulót írja. Gyerekek, néha csak azt tud felszállni, aki néha alá tud egy picit merülni. Kell az? Így jó volt, mi is nagyon szerettük. Én nem éreztem Alpárinak. Nem volt. Csináltuk meg, hogy nem volt az. Meg az a fura, hogy egyébként tényleg, aki ezen felhűlnek az életében, ezek a dolgok hiányoznak. Ő rá, nem, hogy csak nem mer beszélni róla. Ő kizadja? Igen. Vagy vele mi van? Na, hogy állunk játékkal? Egy-egy. Amennyi Denit, igen. Kiírezett, feszült a helyzet. Ez akkor majd egy nagyon nagy harc lesz, már ki is játszik. Egy-egy. Na, megnézzük ki a mai játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggel. Halló, sziasztok, jó reggel. Hello, Dávid, honnan Dávid, hívtál minket? Így van, én volnék. Hello, Dávid, honnan hívtál minket? Hát éppen a 7-es úton félálltam, mert sofőr vagyok, és a lengyel politika tartok, fuvarozok. Fuvarozol? Így van. Mit szállítasz? Veszélyes árut szállítok, szervizekből gyűjtünk mindenféle ilyen. Veszélyes hulladék. Akkumulátor meg ilyenek? Akkumulátor az egész pontosan ebben nincsen, hanem fáradtolaj, illetve hozzátartozó ilyen szilárd hulladék, ami autószervizelésből lejön. És mit csinál most a fáradtolaj ül? Nincs nálam még semmi. De amúgy pihen. Jézus, most lepihen. Hát gyerekek, hát azért nagyon lehet, hogy el is feküdt. Nehogy baj legyen, tessék egy kicsit leülni, lefeküdni. És Lengyel Tóti mellé hordjátok? Az önkormányzat itt tud róla? Vagy? Igen, hol teszitek lába? Lengyel Tótiból viszem Esztergom mellett. Ja, Esztergom mellett. Esztergom mellett van egy nagy erdő, egy nagy vadgazdaságot le lehet tenni. Amikor odaérsz a földúthoz, leutod a reflektorokat. Na, kivel szeretné játszani, Dávid? Balázsra szeretnék játszani. Én mintha játszottam volna már a héten, de ez nem baj, persze, ez nem baj, nem kell mindig. Csak tényszerűséged, jó mondod, de most ettől kiszámíthatóan körbe-körbe menni. Bízom a kora reggeli fáradtságban, hogy hátha esetlegesen sikerül elhozni ezt a ajándékcsomagot. Azt hiszem, aludtam összefüggően egy 2-2.5 órát, úgyhogy egészen kívánnak mondhatok. Igen, hibátlan. Szerintem ez teljesen hibátlan. 9-kor tettem le a gyereket. Fölkelt 11-kor, fölkelt 0:40-kor, fölkelt 2:40-kor és 4:30-kor. Ez volt a menüm. Ez a mai reggel. Az a mai éjszakai menüm. Nem voltál valami hú, de fit. Mondom, nem, mert teljesen átalakul a gondolkodásod. Ilyenkor már nem úgy gondolkozol, hogy keveset aludtál, hanem úgy gondolkozol, hogy 2-2.5 órát volt az időszakos kerés között, hogy a Vikit leváltsam, nagyon fáradt volt, úgyhogy átalakul menüm. Egy idő után. Igen. Átalakul. Mindjárt. Én nem voltam benne, de... Annyira reggel kiszúrtam a szemem a fogkefével, annyira fáradt voltam. Azon, hogy a bal szemembe így belenyomtam a fogkefét, annyira kész voltam, de minden más rendben volt. Jobb, mint a keresztbe lenyelnéd. Egyébként igen, sokkal. Na, ugye. Ahhoz képest mondom, még egész kipihent vagyok. Essünk egymásnak. Gyere. Hát essünk. Mehetünk? Hogyne. Jani? A tree, a two, a fire. A van kimaradt. Itt vagyok. Balázs. A van. Szeretnék kérdezni. Figyelek. Kérdezzek? Hát. Ha szeretnél. Ez volt a kérdés? Hogy kérdezzek-e? Na, akkor kérdezzél. Már kérdeztem. Hú. Ja, hogy ez volt a kérdés, hogy kérdezzél-e? Na, hát akkor mondjuk kérdeznék én, hogyha ez esetlegesen. Kérdezete? Kérdezek. Oké. Okay. Nos, azt tudom, hogy angol eredeti autód van, viszont azzal nem vagyok tisztában. Nem vagyok tisztában. Áj, de nagy bajhassadott a saját magad. Pedig erősen indult. Erősen indult, igen. Be nagyon. Volt, Bali. Mit akartál kérdezni?
Hát akkor egy gondolati kocsi. Na mindegy. Hát hogy milyen típus autód van, mert angol, és így tippelgettem már, én elég automániás vagyok. Na mindegy, aztán csak kíváncsi lettem volna igazából, mit, hogy milyen. Hogy Aston Martin, vagy te ilyeneket tippeltél, vagy mire gondoltál? Hát, nem tudom, én... Hát, ha lenne egy kis ízlésed, akkor igen. Nem, a Land Rovernek van a Range Roverje. Aha. A régebbi, amit, a kocka még, amit én nagyon szeretem. Ja, csak mert múltkor emlékszem, még volt az, hogy elhagytad a kulcsot, meg minden, és... Az nálam heti történés, tehát minden harmadikat mesélem csak el, hogy kibeszéljünk egy fölösleges egy percet, ha éppen nincs miről. Tehát az abszolút alaptörténet. Igen. Mit mondtál, Feri, mi a tejszállító vagy? Hogy hívod? Nem, egy összetört orrú teljes doboz. Tehát ami a polcra, a tesztóba leborult, és akkor néz ki. Ott az a szélvédő benne. Neked milyen autód van? Egy épített Golf 2, most tervezek majd vásárolni. Épített. Hát épített. Golf 2? Tehát vettél egy Golf 2-t és újra kell építeni? Nem, két egyesből raktam. Hát nem, egyes szépen, relatált még épülgetve, egyes szépen megcsinált, így úgymond teljesen gyári állapotú. És ilyen sportlila, vagy milyen? Nem, ez is Meta. Meta, ez is Meta. Az menő. A gyári állapotra visszaépítitek? Nem, imádom, mert egy-es, kettes Golf, hát az egy külön szubkultúra. Nagyon szeretem. Pont azért, mert ennek úgy van kultuszavat. Abszolút. Mit kérdeztél, Feri? Hogy gyári állapotra építitek vissza? Nem. A lényeg az, hogy a gyári állapot megtartása mellett úgymond szépfelnék. Hát így a kategóriában a legnagyobb, vagyis a legfullosabb alkatrész. Egy kettes Golf a klíma azért az ritka, na most az enyémben is. Menő. Tehát ez az, amikor beletolsz egy kettőt. Nem, most ez az a fajta felújítás, amiben beletolsz 2 millió forintot azért, hogy utána 800 000-ért el tud adni a Vernát. Nem szeretném eladni, de igen, az lehet, ugye? Hogy tulajdonképpen az annak, aki... Igen. A négy felné és a zene többet ér, mint önmagában az de autón. Pont a zene az, ami engem mondjuk annyira nem mozna. Aha. És van ilyen lila neon fényvilágításod éjszaka? Nincs, semmi. Jó, hogy nyugtass meg, hogy az nincs. Az elég rizses, úgyhogy az ilyen bucsús. Bucsús? Bucsús, de jó szó. Egyébként tényleg, igen. Igen. Na jó van. Köszi a játékot. Köszönöm szépen, hogy játszik, gratulálok a ponthoz. Valamikor újra játszunk, és akkor. Hát bízom benne. Köszi. Jó, fegyetek, további szép napot. Ciao, hello. Akkor tehát? 2-1-re vezetünk. 2-1. Ide. Így van. Nagyon jó. Hát ennyi. Jól van, meghallgatjuk újra a híreket. Jó, 2 perc, pontosan 7 óra. Ébredjen fel mindenki. Aztán jövünk a hírek után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagyágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra után vagyunk, 12 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Egy új dal, Zara Larsson. Hogy? Zara Larsson. Hát... kövezzetek meg, én nem tudom ki ő, de új dal volt. Legalábbis azért gondolom, hogy új dal, mert még nem hallottam, és az összes dalt hallottam. Tehát én kiszúrom az új dalokat, jó fülem van ehhez te. Uh-huh. Úgyhogy ez egy új dal volt. Jó fülem van ehhez te, hallod-e? Hallod-e, kiszúrom, én azt te. Ha meghallom, én azért van itt fül, de hát ebből élek, hallod? Tehát ez hallod-e. Na persze, hogy hallottam, hogy ne hallod-e már, jó vagy. Szóval ő, nagy nézem, az ülköző megmutatta a fotót. Ő Zara Larsson. Oh, jó. Szóval ne is inkább tanultál volna tovább. Nem. Szemét. Egy csinos csaj. Én skandináv jelleggel látom. Ja, csaj. Csaj. Zara Larsson. Így van. Zara Larsson. És úgy van, hogy most 7 óra után szólt Zara Larsson, 7:30 után pedig H&M Hendrixen. Aha. Na jó. Szia Jani, el tudnád intézni, hogy Titus válaszoljon végre az e-mailjeimre? Annyira szeretném, hogyha játszanak az egyik dalomat. Álmodik a nyomor. Léci. Te beteg vagy. Jani belenyanyít a fél. Igen. De hát a 9 óra után Bershka Petersen is jön majd. Na végre, jó van, nagyon. És te pedig a nagy duó C-Hunda. Igen. Hendrixen C-Hunda. Most egyelőre Zara Larssonnal kezdtük a divat hetet. Na, gyorsan nézzük a közlekedési híreket. Srácok, a 90-es taxis blokkádot azért nem lehet überelni. Spondja küldte nekünk. Én megőrülök, komolyan mondom, tényleg elképesztő, amit a taxisok csinálnak. Szóval, de tényleg,
döbbenet, hogy, hogy mennyire, az, és az, az, amit beolvastunk mi két nappal ezelőtt, oldják meg és kész. Ja. És tiltsák be, hogy nem tudjuk, hogy Netanyahu, az Orbán, a Putyin, vagy ki lehet, ki tehet róla, de tiltsák be, azt kész. Oldják meg, minket ez nem érdekel. Ilyet nem lehet. Tehát ilyet így követelés formájában nem lehet. Nem lehet se előadni, se beadni. Szóval elképesztő. Aztán, hogy hát ők korlátozzák a forgalmat napok óta, az, én egyszerűen nem tudom ezt megérteni, hogy miért nem a saját szolgáltatójuknál tényleg, miért nem ott reklamálnak, miért nem kérnek modernebb szolgáltatást, miért nem kérik, hogy legyen nekik is minden elérhető, ami az Uber elérhető, hát ezt nem is értem. Komolyan mondom. Most az Éder Krisztiánnal olvastam pont egy interjút, nagyon jót írt, ugye már New Yorkban ért az egykori SP-dát, Krisztián, hogy tiltsák be az összes fotóalkalmazást, meg telefon, mert hogy ő meg fotós, és hogy akkor ne lehessen fotózni, hát kikéri magának. Most tök igaza van egyébként, nem? A használt ruhások meg tiltsák be az összes turkálod, meg az összes olyan, hogy hívják, hogy egy internetes portált, ahol használt ruhákat lehet kapni, mert hogy... Igen, de tényleg. Most már viszont átalakították a kérvényüket, és azt mondják, hogy egyenlő feltételeket szeret. Már nem hát tegeződnek azért... benne? Már nem, Orbán, Putyin, Netanyahu. De az, hogy nekik, nekik legyen olyan jó, vagy hogy a Ubernek legyen olyan rossz? Komény alatt. Mondjad? Hogy amit követelnek, hogy nekik legyen ugyanolyan jó, vagy hogy az Ubernek ugyanolyan rossz, mint nekik. Érted? Tehát, hogy nekik is akkor most az Uber taxikat sárgára... Nem baj, nem jó, csak ők lövének. Igen, nekik is legyen szart. Jó kérdés. Igen, jó kérdés, hogy mit akarnak pontosan. Azt mondja, hogy hello, rádiós guruk, régi négyes úton a Palagi tűzépnelepnél piros fiesztával kiült az ifjú padaván. Az erő legyen veletek. Köszönjük szépen. Kistarcsa M3-as, 60 gyenge forgalom, Kistarcsán esik a hó, szélvédős Feri küldte nekünk. Mit mondóri játékra jelentkezzen már most Attila? Bali, mi már a tenisztippek? Ezt így nem tudom, mert nem mindig látom, hogy ki játszik ma, illetve pontosabban látom, kérdezzetek konkrétat, és akkor mondom, hogy szerintem ott kit tegyetek meg. Jó? Egészen nyugodtan. Szívből jövő segítség, keresetek rengeteg pénzt, nem kérek semmit vissza. Ez egy karitatív szolgáltatás, gyerekek. Csak tegyétek meg ezeket a tippeket, és bali szerencsét. És bali szerencsét. Bali szerencsét ott nektek. Na, de ha már Ausztrália, kérdezem én a köztévé riporterét, hogy kapcsolunk-e esetleg Ausztráliába. Sport. Az elmúlt napokban egy begyűrűző teniszbotrány kapcsán mostanában meglehetős csend honol. De vajon vihar előtti ez a csend? Kérdezzük tudósítónkat Melbourneből. Halló Balázs, halló Melbourne. Itt jó, vagy már? Parancsolj. Itt vagyunk, jó estét. Jó, halasz volt? Azt akartam... Ennyi. Visszaadom a szót. Köszi. Később még hívunk. Tökére fejlesztettük. Abszolút megvagyunk. Meg vagyunk. Mi is csinálhatnánk majd egy híradót. Komolyan. Tehát érted. Abszolút megvagyunk. Hát vagy a másik variáció az, hogy jelentkezünk a rockcastingra, ahol mondjuk Német Lajos helyet keresnek most. Bizonyám. Hát ez egész egyszerűen elképesztő, ha igaz a hír. Az, hogy castingolnak, szerintem ez egy nagyszerű dolog. Nagyszerű végre. Dolog. Na, de most várjatok, valamit nem. Tényleg, legalább látszott. Ja. Ugye pár nappal ezelőtt megjelent a hír, hogy Német Lajos visszavonul. Nagyon szeretjük, nagyon tiszteljük, nagyon jó. Nagyon kedvük, nagyon szeretjük, aztán kiderült, hogy nem vonul vissza. De közben tegnap azt lehetett olvasni, hogy castingolnak Német Lajos helyére. Mi kirúgják, vagy mi? Nem tudom, mert közben mi beszéltünk vele, és azt mondta, hogy nem, ő nem vonul vissza, és ez egy félreértés volt, és ő egyszer ezt valahol lenyilatkozta valamikor, hogy majd egyszer visszavonul, és ebből hír lett. De közben pedig tegnap meg azt olvastuk, hogy már castingolnak az ő helyére. Hát szóltak neki, hogy bocs, Lajos! Ha ilyeneket nyilatkozgatsz, Lajos! Van, akkor vállalt a felelősséget. Most már vége, visszalátásra foglalkoztatsz az unokákkal. Kár lenne érte, mert nagyon szeretjük, nagyon ugye szeretjük. TV2 meteorológusa. És hát tegnap robbant a hír, ami egyelőre csak bulvár újságokban jelent meg, nem tudjuk, hogy ez valóban így van-e, hogy Palácsik Timi. A valahai Palácsik Timi. Már nem így hívják. Most már Mrs. Andy. Mrs. Andy? Tehát a Miss ugye még nem házas, a Mrs. Már házas, ugye? MRS vagy MS? Mindig. MRS a házas. Az MRS, tehát az a Mrs. Mrs. Andy. Mrs. Andy. Igen. Viszont esélyes arra, hogy meteorológus legyen a TV2-nél. Most, hogy
Németh Lajos úgy döntött, hogy visszavonul, most már ugyan nem, de még. Németh Lajos valahol egyszer adott egy rosszul sikerült interjút, szegül. Ezzel megágyazott saját magának, szegül. Gyorsan nyugdíjazzák, és reméljük, hogy nem így lesz nagyon kedvejük. Srácok, ez egy félreértés, én nem akarok még visszavonulni. Csajos, ezt mondtad. Így van. Kimondtad, szóval súlya van. Itt vállalod a felelősséget. Viszont látásra amúgy is gyengébb a seged, mint Gálló Néminek. És hogy Palácsik Timi állítólagosan lehet, hogy időjárás jelent nem sokára a TV2-n? Lehet. Lehet, ezt tegyük hozzá, hogy mert, hogy ott lesz egy casting. Lesz egy casting, mi sem kezeljük még konkrétan a hírt, vagy konkrétumként. Minden esetre azt olvastuk tegnap, talán a Blik hozta le, hogy nem akarják, hogy ez bundának, vagy előre leosztottnak tűnjön, ezért Timinek ugyanolyan castingon kell részt venni, mint a többi egyébként kiváló kvalitású versenyzőnek, akik szintén szeretnének meteorológusként feltűnni a TV2-n. Szia Timi, gratulálunk! Akkor a kabátomat se vegyem le? De hát azt meg kell csinálni, végig kell menni rajta. Ja, Palácsik Timi vagyok a castingra, hogy gratulálok, itt írja. Nagyon-nagyon ügyes volt, de mi nem mondjuk itt írja. Így, köszönjük szépen. Többi versenyzőt küldjetek. A castingra jöttem. 5, 4, 3, te vagy. Te nem már elvásba vagyok? Megnyerted. Igaz lehet ez? Elképzelhető, hogyha Andy Vajna megvásárolta a TV2-t. Akkor Palácsik Timi ott egyből időjós lesz? Nem. De. Nem, nem, hát, mi csak ironizálunk, illetve rossz indulatok, hogy nem. Nem. Ha megfelel a kár, most miért ne hívhat meg be castingra? Érted? És ha ő ott jó, hát nyilván akkor a döntőbizottságban nincs benne az ő ura, ugye? Hogy aki eldönti, hát a tulajdonos, az nem feltétlenül dönt tartalom fölött. Hát nézd, annyi minden megtörtént ott már a Róna utcámmal, hogy én nem feltétlenül tudom, hogy most éppen ott kidönt a tartalomról, és hogy döntenek a tartalomról. Elvileg ott van a Dirk is, hát igazából ő sem feltétlenül a tartalomhoz ért, sokkal inkább a sales részéhez, ami egy vezérigazgató feladata. Csak a bosszú vezér. Ez lesz a bosszú. Ez lesz a bosszú vezérni a bosszú. Szóval ez egy érdekes dolog, hogyha Timi ott időjár. De ezt kérdezni, nem, az nem kell neked meteorológusnak lenni? Nem. Tehát nem ma már kell. Az nem előírás? Nem. Hát azért a Németh Lajos az, nem? Hát egy értelem. Ő egy nagy, egy képzett meteorológus. Igen. Nálunk az RTL-en a Pataki Zita, ő meteorológus, vagy ő is csak megtanulta? Szerintem megtanulta. Megtanulta. Ott van az a fiú. Aha. Igen. Igen. István. István. Weber. Az. És ez ha ismered a kollégáidat. Mit? Hát, nem tudom mindenkinek a nevét. Ő szerintem ő is meteorológus. De egyébként ez nem feltétlen baj, ha valaki nem az, mert ezt meg lehet tanulni, illetve hát ma már inkább a követelmény, hogy vizuálisan nyújtsál valamilyen élményt, tehát szexi legyél, csinos legyél, és rá tudjál mutatni úgy a térképre, hogyha a bakony mutatod, akkor ne valahol a Börzsöny környékén korbászoljál, ugye? Tehát, hogy az észak, a dél, a kelet, a nyugat azért az meg legyen fordítva is, ugye? Mert hát ugye háttalálsz, tehát hogy nem mindegy, hogy mit merre mutatsz. És akkor álltok, most castingolnak? Így van, meghirdették az állást, lehet menni. Aki úgy gondolja, gondolom, hogy van egy ilyen lista, kik lehetnek az, és oda vigyeztették még, hogy Palács, vajna tímea. Igen. De akkor miért időjárás jelent? Miért nem ül be egyből a híradóba? Miért nem kap valami komolyabbat? Az időjárás jelentők azért azt mondja, hogy az jó, de hát akkor vagy ez az alja, és akkor innen... Majd innen lehet építkezni, nem, rögtön. Nem, mert Timi azt szeretné, hogy a híradóban a macskája legyen. Az Urák Csaba helyett legyen a Várkony és a macska. Nem, úgy van, hogy az Urák és macska, vagy a Várkony és macska. Ott ül egy macska. De nem cuki. De ugye cuki. És az adásrendező meg mondaná a macska fülére. Adásban vagy. Én adásban van. Macska meg nagy szemekkel nézni. És akkor így, srácok, nem, ez nem, ja, műsor után, ez nem, figyeljetek, ez nem ez a macska, rajtunk, nem jó, rajtunk, nem, mindenki. Nem tudjuk. Most miért mondod? Lacikám, hát ahhoz képest nem is volt ügyetlen. Első fél kameraláz. Ahhoz képest, hogy macska egészen ügyesen nem volt rossz. Egészen ügyesen ült. Ez jó irányba néze. Na jó. Tessék, mondok akkor valamit. Bébel István. Mondd ki még. Nézzük meg, hogy mennyire nehéz szakma, ha valaki bejön az utcáról időjárás jelenteni. Segítsünk mi most kicsit a TV2-nek, van ott elég baj. És rendezzünk egy olyan nyilvános castingot, amikor is hallgatók betelefonálhatnak, és meggyőzhetnek bennünket fél perc alatt, hogy ők bizony helytállnának egy időjárás jelentéses castingon. És aztán a hallgatók majd pontozzák, hogy a 3-4 női hallgató, pasi hallgatóból szerintük
kit küldjünk el mi a TV2 castingjára. Ez csak egy kis segítség. Megnézzük, hogy ha az utcáról te betévedsz, és azt mondják, hogy fél perc, tessék, adásban vagy, ugye nem kapsz egy előre megírt szöveget, mert azért ott improvizálsz, mondod, hát nem tanulod meg az egészet, mert akkor nagyon felolvasásszerű. Picit bedolgozunk nekik akkor. Kicsit bedolgozunk nekik, megnézzük, hogy valójában egy hétköznapi ember, ha az utcáról betéve, tud-e úgy időjárást jelenteni, hogy akár az képernyőre is kerülhessen. Hát most ők sem csinálnak más, mint castingolnak, de hát nem profi meteorológusokat, hanem például Timit, meg mindenki más, aki lehet, hogy mindez idáig nem jelentett időjárást, tehát kvázi tulajdonképpen kis túlzással az utcáról jön be. Nem? De el kell mondjad, a hőfokokat lesz-e csapadék, el kell mondanod. Kell-e beletenned valamit, amitől különleges lesz? Tehetsz bele, ha akarsz. Aha. Tehetsz bele. Tehát beleteheted azt is, hogy milyen időjárás van Európában, mi várható most. Vagy csak elmondhatod a ma délelőtt időjárását. Országrészekre bontva. Vagy egy előrejelzést adhatsz, hogy milyen idő lesz mondjuk holnap, vagy a hétvégén. Jó, mondjuk az utcáról jön be, hanem az igazgatóságról jön át. Timi? Fú, de hideg van az udvaron, tehát ide is kéne, szerintem inkább egy folyosó. Folyosó? Írjuk. Folyosó. Írjuk, írjuk. A Dirk meg érzete, tudod. Folyosó. Csúnyog. Mit van? Kérdezze Dirk. Folyosó. Folyosó. Csúnyog. Na. Drága hallgatók, 555-55-00. A Klassz FM meghirdeti a nagy meteorológiai casting. Jó? Telefonáljátok be. Nem baj. Kicsi esti mesét belekeverni. Szóval a nagy casting. Tessék nekünk betelefonálni, és fél percben nézzük meg, hogyha valaki ilyen álmokat dédelget, valójában meg tudja-e csinálni. Erre kíváncsi most a TV2 is, nem? Igen. Hogy jelentenek időjárást a civilek? Jó? 555-55-00. Várjuk a jelentkezőket. Tessék telefonálni. Ha valaki jó, akkor elintézem, hogy bejusson a castingra. Már ilyenben vagy a TV2-vel. Akkor oda szólok, hogy találtunk valakit. Van egy csomó ismerősöm, találtunk valakit, hallgassátok őt is meg. Hát konkrétan Dirk. Tudom, Dirk, hát a gyerekek, olyan találtunk Dirk neked, hogy mind a 10 ujjadat megnyalod utána. Olyan embert találtunk. Pasik és csajok is meggyőzhetnek bennünket, hogy tudnak időjárást jelenteni. Jó? Nagyon jó. Külső? TV. Külsős. Bedolgozó, belsős? Állományba veszük? Nem tudom. Hogy néz ki? Hát majd ő azt elmondja a bemutatkozásban. Sziasztok, Andi vagyok, 22 éves, hosszú, barna hajú, barna szemű, átlagos testalkatú, egy picit nagyobb mellel, és akkor elkezdi az időjárás jelentést. Jó. Tehát mi most mindent elhiszünk. Persze, nem bármit. Meg egyébként tök jó lesz, mert nem fog minket megzavarni a külső. Tehát, hogy nem abból fogunk kiindulni, hogy néz ki az illető. Itt van egy hallgatónk. Halló, jó reggel! Kriszta vagyok. Kriszta, jó reggelt! Az első jelentkező. Dédelgetsz ilyen álmokat egyébként, hogy egyszer milyen jó lenne meteorológiai jelentéseket adni valamelyik csatornán? Nem. Aha, de csak jó ez. Csak szeretnéd kipróbálni magad. Jó, az így. Csak szeretnéd kipróbálni magad. Igen. Na, oké. Na figyelj akkor. Miről beszélsz nekünk? A Magyarország időjárásáról, ma reggelről, előrejelzést adsz esetleg, vagy elmondod a tegnapot? Hát szerintem Magyarországról. Magyarországról. Hm. Jó, oké. Nézed az időt, Jani, fél perc legyen mondjuk. Természetesen, azt mondja, hogy mérem. Jó, és akkor fél perc az sok vagy kevés, ki fogod tudni beszélni? Hát szerintem ki. Szakszavak mennek? Hát mondjuk rá. Mondjuk rá. Jó, hát figyelj, hidegfront, melegfront, miket szoktak mondani még? Én sem vagyok nagy meteorológiai időjárás jelentő. Mehetünk? Szerintem igen. Na figyelj, na. És akkor néhány szó az időjárásról. De várj, egy kicsit azurákosabb. Tehát, hogy Jani. Annyira nem tudok modoros lenni. Akkor kapcsold Krisztát. Jó, oké. Jó, és most néhány szó az időjárásról. Itt van már a stúdióban. Kriszta, nyilván nagyon friss információkkal. Parancsolj. Ez az. Jó reggelt kívánok. Hát Magyarország időjárásáról annyit tudok elmondani. Délen melegebb lesz, mint nyugaton. Nyugaton nagyon hideg lesz. Hózáporok várhatóak. Inkább nyugaton, mint délen. Keleten is hideg lesz. Északon még hidegebb lesz. Még 10, zárd le valahogy, és add vissza a szót. Hidegfront várható egész héten. Akkor nem ártanak a melegebb ruhadarabok, ugye?
tiszta. Nem, rétegesen öltözzünk, hogyha melegünk lesz esetleg, akkor le tudjunk venni valamit. Mondtam, hogy ez gyerekek, jó? Nem, ugye? Egy egyszerű szakma nem, ez. De ez nem. Jó volt, ezzel le tudjuk venni valamit. Fél perc, mondd el, milyen idő lesz, ez baromi egyszerűnek tűnik. És aztán rájössz, hogy nem egyszerű, főleg, amíg beállsz kamerák elé, bevilágítanak, mögötted ott van ugye egy ilyen zöld vagy kék ilyen kis valami, ugye blue box, green box, de nincs ott a térkép. Jó, oké, köszönjük szépen. Hát ez így elsőre jó. Jó, a bemelegítés jelleggel nem volt rossz. Jó. Sziasztok. Köszönjük szépen, szia! És most néhány információ a belföldről. Jól sikerült V-né P-tíme a macskának kivartalanítása a jószár felépülőben. Na, van még jelentkezőnk? Van egy újabb jelentkező. Igen. Nagy meteorológiai, meteorológus casting a Klassz FM-ben. Halló, jó reggel! Sziasztok, Andi vagyok! Ó, Andi! Hát szia, milyen Andi. Kedves hang! Milyen kedves hang! Andi, mivel foglalkozol? Hány éves vagy? Ez is a casting része, 43. 43. De nem kizáró. Négy. Nem, csak tudunk el, hogy telik az idő. Mi hozott el ide a Róna utcába a castingra? Hát végülis az, hogy szeretnék munkakört váltani, és úgy gondolom, hogy mivel nagyon jók a verbális képességeim, vicces vagyok, kedves, szerethető, kicsit parasztos, ezért biztos imádnám én. Úgy de jó. Nagyon szeretnék, hát ha nem is kerülnék be ilyen időjárás jelentőnek, szeretnék műsorvezető lenni. Na, hát akkor indítsuk ezt egy meteorológiai előrejelzéssel, okay. És aztán haladunk tovább. Jó? Rendben. Oké. Okay. Okay. Kérlek, Csaba, kapcsold Andit. Igen. Az elmúlt napok időjárása nem kényeztetett el minket. Mi várható a közeljövőben? Andi. Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves nézőket. Ahogy én kinézek itt az ablakon, szerettem volna jó napot kívánni. Napot? Hát nem lesz itt semmiféle nap. Fölnézek az égre, bárányfelhőket látok. Nem is felhők, ez egy egész csorda. Ma nem lesz valami jó napunk, arra készüljetek. Én esernyővel fogok indulni, és téli gumival. Hát nyugaton ez a helyzet, de szerintem keleten meg még rosszabb, mert arra küldjük ezeket a baromi nagy felhőket. Ha rám hallgattok, ki ne menjetek a lakásból, egyetek, igyatok, főzzetek jókat, egyetek csokit, mert az boldogságot termel, aztán utána esetleg egy kis sport, ki így, ki úgy, aztán hát, ha még a népesség is növekedni fog. Köszönjük! Ez óriási! Meg vagy véve! Nagyon jó! Nagyon másodpercet úgy kibeszéltél Séróból, hogy... Igen. Nagyon ügyes vagy. Csabi már nézte az óráját, ugye az urák Csabi már szóltak a fülére, hogy vedd vissza, mert már mondani kell a belföldi híreket. Mert ugye? Két macskája van. Igen. Jó, hát akkor majd hívjatok, hogyha van egy megfelelő állás a számomra. Akár szóvívőként bármit vállalok. Igen, ezt éreztük, aha. Hogy bármit vagy. Azt gondolom, hogy van lelkesedés. Van lelkesedés. Jó is volt. Személyes volt, emberi igen. Volt, szóltál mindenre, hogy tessék szaporodni, hideg lesz, nem menj ki, esik az eső. Szerintem kerek. Volt. Igen, igen. Egy hallgató kérdezi, hogy arra nem válaszoltál, hogy köd lesz, vagy szerda? Jó. Köszi, Andi. Köszi. Sziasztok. Szia. Hello. Ugye azért nem egy egyszerű történet ez? Nem egy egyszerű történet. Tehát Timinek azért nagyon fel kell kötnie a bugyit, mert azért ez nem egyszerű. Szakmai legyél, adjál információt, de szórakoztasson. Van egy férfi hallgatónk is, hallgassunk meg férfiakat is, vagy ez egy kicsit most kirekesztő casting, és csak nők jelentkezzenek? Nem, lehet. Legyen. Lehet. Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt, sziasztok! Bence, hello Bence! Hello, sziasztok! Honnan hívtál minket? Nagykanizsáról. Nagyon jó. Szeretnél te is meteorológusként időjárás jelenteni? Túlzás, de inkább titeket felhívni, aztán mondom, akkor már jelentek egy kis időt. Oké, okay. Az urák Csabát kérjük, hogy akkor kapcsoljon ki a helyszíre Bencéhez, és kérjen tőle egy félperces kis jelentést. Azt gondolom, hogy mindannyian kíváncsiak vagyunk rá, hogy eltehetjük-e végre a téli ruhadarabokat, és készületünk a tavaszra, vagy esetleg még marad továbbra is a zimankó. Bence el fog minket igazítani ebben a témában is. Parancsolj! Szép reggelt Magyarország, először is köszönteném az urák Csabát, valamint a főnökömet, Andy Mackót. Na, szerdán főként északon, északkeleten, majd csütörtökre viradóra szorványosan fordulhat elő, 20 szárnyúzás, kisebb havazás, de legfeljebb 1-2 centiméternyi hó hullhat. Egyébként napos idő lesz remélhetőleg, de mínusz
mínuszok röpködnek, úgyhogy nem tudom, hány percünk van még, akkor még nagyon sok. Igen? Nagyon sok. Hát akkor visszaadom a szót az Urak Csabának. A nyalás megvolt az elején, a nyalás az kész. Aztán pedig kiúsztad a Jolly Jokert vissza a stúdióba. És elsütöttél egy szakszót, a szorvágyos, innentől kezdve már úgy éreztük, hogy valóban értesz hozzá. Hát nagyon szépen köszönjük, jól indult, de hamar elhalt. Egészen jól indult, meggyőzően indult, csak aztán egy 8-10 másodperc után befulladt. De az első 8 azt adtuk. Nagyon van még egy kicsi idő, mert akkor mondanék valamit. Na? Balázs, nem tudom, hogy mennyire emlékszel rám. Én volt a Gattalent finália. Jézus, ott ültem a harmadik sorba, jobbról a második széken, egy alvú néni mellett. Igen? Én... ugye lehetett erre a polpocra jelentkezni, hogy lehet vele találkozni. Emlékszem. És én voltam az a srác, aki bement hozzád az öltözőbe. Jaj, ne áruljunk el titkokat. Nem te jöttél, és azóta se hívtál vissza. Nem te jöttél, ahhoz képest, hogy mindent megengedtem neked. Hátlan, majd mered, csak más egy csörögtél. Igen, én kértelek téged, hogy legyél messzelül egy darab csokornyakendővel a nyakadban. Ha továbbra is azt szeretnéd, hogy a mi titkunk legyen, maradjon, az a kis affér ott a öltözőben. Most viszont ki kell, hogy vegyelek adásról. Emlékszem rá, persze, tudom. Igen. Tudsz már ülni? Tudom, Bence, emlékszem, a polpozra jelentkeztél, de hozzánk jöttél a Dombival. Igen, így van. És amikor a Dombi benyitott, azt mondtad, hogy csak a cipőjét akartad bekötni Balázsnak, félreérti a helyzet. Jó van, Bence, ügyesen jelentettél időjárást. Köszi, vigyázz magadra. Szép napot, hello. Hello. Nagyon helyes volt egyébként. A polposz ilyen játékra jelentkezett, bejutott a biztonságiakon keresztül, bár hogy csak hogy velünk tudjon találkozni. Mondta, nem érdekli a polposz, csak volt egy lehetőség, és kitöltött egy kvízt, és így jutott el hozzánk. Helyes. És ártatlanul ment be az öltözőbe, és kárhozott a nyert. Valahogy fel kell készülni az élőadásra. Muszáj magam hangulatba hozni. Most kiderült. Na most már mindent tudsz. Csubelét vagy az ez a média egy kemény szakma. Mehetünk. És képzeld el, hogy ezt havonta kétszer végig csinál. Mire saját somlet naponta jártam be különböző öltözőkbe. 5:06 jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:48 múlt pontosan 3 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt egy vagyunk. Jó kis snap után. Egy jó kis snap után, így van. Hát ez egy jó kis. Nagyon jó. Ott a Majálma, figyelme, azoknak, akik esetleg nem ismerik az H-Blux nevű német crossover bandának a feldolgozását. Irgalmatlanul jó. Igen, azt nem ismerem, de adom, biztos, hogy jó. Na, nézzünk gyorsan egy-két SMS-t, mit írnak a hallgatóink. Azt nézem, hogy mi helyzet az utakon. 81-es úton a 3-as kilométernél mérnek a rendőrök Mór felé, ezt Dávid 94 küldte nekünk. Aztán valaki azt írja, hogy gratulálok a Benedek csapat sikeréhez. Mi is gratulálunk. Így van. Játszunk, ugye? Igen, és hát ugye a horvátokat az olimpiai bajnokot sikerült legyőzni, és nem szabad elfejteni, hogy ennek az Európa bajnokságnak egyebek mellett, ugye az Európa bajnoki cím mellett egy kvóta is a díja, tehát gyakorlatilag egyeneságon ki lehet jutni az olimpiára, és ez nagyon nagy dolog lenne, hogyha a magyar válogatott ezt most behúzná, akkor gyakorlatilag már az olimpiai nyugodtan tudnának készülni, ez pedig megfizethetetlen. Igen. Úgyhogy tényleg drukkolunk nekik. 71-es főút csatár és Böcföldei elágazásában hármas baleset van, ez Attila küldte nekünk. Gödrében trafi a 66-os úton. Köszönjük szépen. Ez is SMS-ben jött, valamint lassú haladás az Erzsébet hídon Pest felé, kaptuk SMS-ben. Köszönjük szépen. Na, mi pedig ugye, hát castingoltunk, nagyon helyes hallgatók jelentkeztek, mert hogy utána jártunk annak, hogy valójában mennyire nehéz időjárást jelenteni, kiderült, hogy azért nehéz. Tehát amikor azt mondják, hogy van fél perced, és mondd el, hogy milyen idő lesz, nem könnyű. Nem könnyű, mert ugye felreppentek olyan hírek, hogy hát Palácsik Timi ugye időjós lesz majd a TV2-n, ha minden igaz, hát egyelőre ez bulvárlapok hozták le. Ha megfelel a castingon, ugye nem akarják azt, hogy ő bármilyen előnyt élvezzen, ezért neki is ugyanúgy részt kell venni a szerződés aláírásán. Ott kell lennie, ott elvisszakültetke. Saját kezébe kell aláírni a szerződést. Illetve Becóra is. És erről beszéltünk, ugye aztán castingoltunk hallgatókat, és hát tényleg megtudtuk, hogy nem. Azért nem egyszerű. Nem egyszerű feladat, amikor az embernek fél percet hirtelen ki kell töltenie azzal, hogy milyen idő lesz, pedig így aztán tényleg elmond, ez baromi könnyűnek tűnik, mondd el, milyen idő lesz ma. De hát azért ez másodperc, nem sok meg tud csinálni. Így van, összefüggő, összetett mondatokban elmondani, úgyhogy sokan figyelnek, sokan néznek, hallgatnak, azért az nem egy egyszerű. Jó, nem egy egyszerű gyöngyszemet azért találtunk. Voltak gyöngyszemek, több is volt. De hát gyakorlatilag egy az egy.
hogy behoztuk azt, ami a TV2-n megy, csak kép nélkül. Így van. Na, játszunk már is, itt van a hallgatónk, és megnézzük, hogy mit mond Dóri. Visszafelé beszélünk. Lészebb élet a szív. És hozzájállat, élet a szívben. Aki kérdez... Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. De vásítjellán, mime? Aki válaszol... Aki válaszol... Bianca. Bianca! Aknaim. Aknaib. Hello, Bianca, jó reggel. Sziasztok, fiúk, nektek is nagyon szép reggelt kívánok. Az milyen jó hangod van. Köszönöm, hát szeretnék jelenteni is nektek egy mai időjárást, hogyha megengeditek. Wow, hát ilyen orgánummal ezt nem. Már lezártuk ugyan a témát, de nem hagynánk ki. Hát ha ilyen jó hangod van, nagyon kellemes hangod. Mondták ezt neked, vagy? Igen, hát a párom is ezzel ébresztett, hogy azonnal telefonáljak, mert mindig ezzel szoktunk játszani otthon, hogy összevágjuk. Pont ilyen aláfestét is kerestünk a hírek alá, mert annyira tetszik nekem ez a kör, hogy nagyon szeretnék benne maradni. Na, igazság szerint akkor mondanám is nektek a mai napi időjárást, hogyha megengeditek. Lessem alulról, de próbálok visszaülni az összevágásból. Várj, csak egy kérdés, mit vágtok össze a barátoddal? A hangodat? Igen. Hát egy ilyen aláfestést szoktunk alátenni, hogy mégis ilyen rádió hatása legyen neki a hírek alatt, hogy valami kis halk zörej legyen. És ültök otthon, és eljátszátok, hogy te most híreket mondasz a pasidnak? Uh-huh. Tényleg? Igen. És ő is partner ebbe, tehát így abszolút működik. Már hogy partner, mit se hallgatja, hogy nem megy ki a szobából, úgy érted? Nem, úgy, mint ti beszélgettek, megszólítom, és ő is válaszol, amikor a híreket elmondtam. Tehát ő az Urák Csabád. Aki átadja neked a szót. És felkeltek reggel, és oda szól a párod, hogy na, kicsim, egy kis híres játék, benne vagyok már, mondom is. És akkor ültök az ágyszélén, és híreket mondtok egymásnak. Csináljuk egy őrült bulit. És ő mit csinál? Be is küldeném nektek egyébként a hanganyagot, mert semmi olyan nem tartalmaz. Mi volt a kérdés, ne haragudj. Hogy ő is előad valamit, vagy neki is van egy performance-a? Tehát neked ez, és aztán ő is csinál valamit? Vagy ő igazából így alá szokta keverni a dolgokat, meg mint a ilyen Klassz FM rádió. Egy beszoktam mondani mellé, de természetesen ilyen kitalált rádió. Tehát ő hangmérnök és kreatív. Nagyon jó. Hogy hívják a rádiótokat? Neo FM. Hát az megszűnt, az nem jó. Nem baj, az a lényeg, hogy már nem él. Aha. Tehát ti vagytok a Neo FM otthon. Aha. Igen. A párodat hogy hívják? Ken Gábor. Gábor. Ken? Gábor. Ken Gábor. És Gábor és Bianca otthon Neo FM-eset játszik. Igen. És aztán elköszöntök egymástól és elmentek dolgozni. Hát ez általában hétvégén szokott. Minden egy játék utána van. Aha. Aha. Ki most nálatok a programigazgató? Na, oké, meghallgatjuk, de mondj pár mondatot, most már kíváncsiak vagyunk, hogy csinálja egy profi. Szerdán éjszakon, északkeleten továbbra is előfordulhat szórványosan húszálingózás, gyenge havazás, máshol száltozóan felhős időre van kilátás, a legtöbb napsütés a délnyugati ország részben valószínű, éjszakon napközben kissé megélénkülhet a déli délnyugati szél, hajnalban -5, -12, délután -3, +3 fokot mérhetünk, délnyugaton lesz enyhébb az idő, nem várható fronthatás. Gyakorlatilag ez lenne a mai Igen, tök jó hangod. De még ahogy hoztad a minden. Föl vagy véve. Komolyan mondom, beajánlok itt. Gyere híresnek. Hát tök jó hangod. Tényleg. Rendben, hát hogyha elintézitek. És ez egyfajta szerepjáték nálatok? Tehát eldurultán az időjárás? Egyre nagyobb havazás, zimankó, már annyira süt a nap, tűz a nap, nevetkő, fronthatás. Tehát durvul ez a dolog aztán? Hát lehet, igen. Felszakadozik a felhő. Felszakadozik. Heves csapadék várható. De a vége mindig zápor. De a vége mindig ónos eső. A nedves légtömegek, mi? Az a szörnyű ónos eső a végén a játéknak az. Az mindent elver. Az a rohadt ónos eső. Hát, tök jó, Bianca jó vagy egyébként. De nagyon jó vagy, tényleg. Köszönöm szépen. Nem gondoltad volna egyszer, hogy ez a fajta játék otthon meghozza a gyümölcsét, és valójában lesz egyfajta megmérettetés egy igazi rádióban, nem? Na, ez nagyon jó lenne, illetve ez is nagyon jó volt, hogy egyáltalán beszélhetek veletek, mindig reggel szoktam titeket hallani kávézés közben. És hát mi az igazi? Még, de... Mi az igazi foglalkozásod? Mit csinálsz? Behajtó vagyok. Ó. Oh. Ez most még azt hittem már nem tudsz olyat mondani, én meglepődöm, de most megint tudtál olyat mondani. Behajtó. Nem személyezem, tehát nem én vagyok a nagy kigyúrt ember.
Bár lehetne. Te csak finoman megolajozod a beszélgetést egy telefonnal? Igen. Egy aranyos hanggal beleszól, és utána az a vége. De kimegyünk. Ha nem akarsz megtögleni, te rohadék, add vissza azt a rohadt másfél millió forintot, mert nagyon nagy baj lesz, mennek az emberek. Van valaki, aki nem annyira kedves, mint én. Tehát először fölhívod őket, és megmondod, hogy bajban tartoznak, jó lenne, ha elkezdenének gyűjteni? Igen, ez így szokott működni. Behajtó cégnél, banknál esetleg? Banknál. Ja, banknál. Aha, hát akkor ott neked kedvesnek kell lenni. Hát kedves is vagyok, mert nem az én stílusom ez a keménykedés, tehát nem is értem azokat az embereket, akik ezt annyira komolyan veszik, hogy így már ráhoznák a frászt az emberre, tehát én abszolút empatikus vagyok ebből a szempontból, tehát nem ez a fő cél, hogy ráijesszünk az emberre. És inkább tagadják, inkább nem ismerik el, vagy amikor fölöldőket tudnak róla, igen, köszönöm, hölgyem, hogy szólt, próbáljuk igen, rendezni. Inkább az a típus, akik tudják, hogy van. Nyilván van olyan is, aki abszolút nem ismeri el, ők szeretnének konfrontálódni, ezt nyilván én nem hagyom, mivel hogy mindig az operátor kezébe van a beszélgetés. Gyakorlatilag olyankor bontjuk a vonalat, hogyha ilyen fordul elő. Uh-huh. Na jól van. Oké, belevágjunk a játékban? Persze, vágjunk bele. Nekem várom. Van országnév, szólásmondás és tárgy. Ezek maradtak még. Legyen egy országnév. Országnév. Atya is, te jó hosszú. Igen, Uruguay. Az annyira jó lenne. Uruguay, ez jó lenne? Na figyelj, mehetünk? Igen. Tudod, hogy fél perced van? Igen. És akkor kétszer mutatjuk, jó? Jó, rendben. Na figyelj, mutatjuk, indul az óra. Trapt tocs, tnáfele. Mutatom még egyszer. Jó. Trapt tocs, tnáfele. Megvan, tnáfele. Ebből próbálj kiindulni, tnáfele, ez a vége. Knáptel. Tnáfele. Trapt tocs, tnáfele. Tnáfele. Hát nem akarok butaságot mondani, de ez abszolút. Nem baj, nem baj, abszolút nem baj. A tnáfele, az ugye visszafelé elefánt. Na hát. Afrika. Így van, Afrika, elefánt csontpart. Ez egy pici nehéz volt. Mondtam, hogy ez nehéz lesz. Hát egy kicsit, de nem baj. Nem baj, ez a lényeg, hogy beszéltem veletek, illetve hogy nagyon szép napunk lesz. Nekem már biztos. Na jó van. Örülünk. Köszönjük szépen. Én is köszönöm szépen. Puszi nektek is, szép szia. Napot. Köszönjük, puszi. Hello, Bianca, ciao. De helyes volt. Megérdemelt volna egy máltát. Egyébként valami könnyebbet, igen. Ez nem volt könnyű. Ez nem volt könnyű. 2 perc, ma pontosan 8 óra, jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt vagyunk, szép reggelt kívánom mindenkinek, 8 óra után, pontosan 13 perccel, a klasszom, hello Ferim. Hello. És itt van velünk. Ja. János is most igazoltan elment valamit megszerezni, úgyhogy itt van. Itt van velünk, ő is természetesen itt vagyunk, és reméljük, drága hallgatók, hogy itt vagytok velünk. Megjöttél, minden oké? Okay? Várjál, most értem ide. Na jól van. Azt mondja, hogy közlekedjünk egy picit, mit szóltok hozzá? Jó, nagyon jó ötlet. Fantasztikus, nagy segítség ez azoknak, akik az utakon vannak. Így van. Dudász 2-t? Trafi az M85-ösön, a 11-es kilométernél Zoe küldte nekünk. M1-e 140-es kilométer Pest felé, szintén Trafi Peti üzeni. MH31-es, M0-as, M6-osig egészen Paksig tiszta. Hello Zepp. Ez is SMS-be jött, nem én mondtam, tehát nem én köszöntem egy haveromat. Az M1-es Hegyeshalomnál, méghozzá kifelé vezető oldalon, a 140-es kilométernél a hidról trafiznak, áldogál egyedül a szerencsétlen, Robi üzente nekünk. M86-os Szombathely előtt a felüljáróról mérnek mindkét irányban, LS Pisti üzente, és a Szeg főút full HD trafi, ezt Ati
küldte nekünk. Köszönjük szépen, valamint a 81-es úton a 3-as kilométernél mérnek a rendőrök Mór felé, Dávid 94 küldte nekünk. Aztán jött egy egészen kedves SMS, csak annyi, se aláírás, semmi. Balázs, nem ért a teniszhez. Így van. Na, tessék. Én nagyon szeretem az ilyen SMS-eket. Nem tudjuk kiírta. Se indoklás, se aláírás, ennyi. Ő ezt itt leírta és elindult dolgozni. Zseniális. Balázs, nem ért a teniszhez. És most iszom egy kávét. Megmondtam, amit akartam. Annyi, leírtam, megkapta, a rohadék, úgy kell neki. És kész, zseniális. A gázolaj 150 forinttal olcsóbb, mint egy éve. Hogy van az, hogy a tejkenyér, a fuvarozás és minden egyéb, ami a gázolaj árával összefügg, ilyenkor nem csökken? Talán még tavalyi gázolajat használnak? Kérdezi Laci. Hát ez egy jó kérdés. Jó. Ez egy jó kérdés. Ugye? Hát mert nem ment föl biztos annak idején a kenyér, a tej és a nem tudom mi ára, amit írtál. 150 forinttal, ugye? Tehát amikor fölemelték odáig a gázolaj árát, akkor valószínűleg nem ment föl annyira, hogy... Hát vagy tényleg feltankoltak tavaly is, hogy ez még a tavalyiból jön le. Van egy tavalyi tartály is a kertben hátul elásva. Egy nagyobb. Nem simán lehet. Figyeljék, a közlekedés infokat akartam megnézni a BKK-nak a Facebook oldalán, és megdöbbenve tapasztaltam, mondjuk persze miért ne járna, meg se fordul a fejembe, mert a Duna nincsen befagyva, de hogy a D11-es hajójárat a Meder utca és az Újpest Árpád út kikötőt nem érinti időjárási okok miatt. Utasaink türelmét kérjük. Aki már azok türelmét, akik ott állnak. Hát igen, most ilyen igen, több kérdésem is lenne a dologgal kapcsolatban. Azon a részen, hogy befagyott, mert hogy időjárásra hivatkoznak. Tehát, hogy a Meder utca és az Újpest Árpád úti kikötő között befagyott, egyébként meg mindenhol máshol nem. Hát nem, csak zajlanak a jégtáblák. Ja, nincs még jégzajlás. Éjszakról, ami lesodródott. Igen, a hegyekből, ami lejön. Aha, igen. Nem arról van egy szó esetleg, hogy rövidíteni akarják a menetidőt, és megnézték azon állomásokat, ahol úgyse száll be seki, sebe senki, és ezért egy kicsit húztak rajta, és kihagynak néhány megállót, hogy azok az egyébként, hát nem is tudom, számültes zámzetésbe vonult, a hideget nagyon szerető utazók, akik ilyenkor ilyen hajóval mennek, azok gyorsabban odaérjenek A-ból B-be? És lezártak egy-két megállót, hogy és gyorsabban menjen? Simán lehet. Nem? Simán, hogy tudják tartani a menetidőt, tehát hogy ne legyen akkor a csúszás. Így van, vagy már jön, nagyon, most nagyon folyik a Duna, és fölfelé nehéz menni, és akkor kihagynak két állomást. Lehet. Ugye? Gyorsabban ott vagy. Aha, hidegben nagyobb a viszkozítás a folyó. Ja, akkor persze. Lehet, ez alapból lassítja. Meg, hogy ugye csákjával el kell tolni a jégtömböket. Hát, vagy most kis víz van, vagy nagy víz van a Dunában. Lehet, hogy úgy van megcsinálva a kikötő, hogy nem tudsz odállni. Kis víz, vagy nagy. Nagy víz. Tehát nagy alacsony víz. A vízállás, akkor nem érik el az utas. Ha nagyon magas, akkor meg nem lehet leugrani. Aha, hát nem tudom. Nem tudom, ez most már nem túl sok kérdés. Igen, nem gondoltam volna, hogy ez lesz a vég, amikor felvetem. A Balatot is néztem, mert hétvégén leszeretnénk menni a Balatonra, megnézni, hogy mert nagyon szépen eljegesedett egy csomó helyen a part, meg ilyesmi, és ilyen marha mutatós. És így mondta tegnap nekem, Móni, hogy akkor átmenjünk majd a Kompal, ahogy szoktunk, Tihanyba, és mondom, ne viccelj, mondom, már ilyenkor nem jár a Kompál, tiszta jég a Balaton. És fölmentem a honlapjára, azt mondja, hogy a balatonihajozás.hu-ra. És jár. És jár, és óránként jár. Őrület, hogy ott vagy egy csíkon nem jegesedik, vagy ott kiválták. Ugye? Hát ez egy beteg beszélgetés. Hát, de mit gondolod, hogy nem jár a komp? Én azt hittem, hogy nem jár. Tehát ősszel elmegy az utolsó, és tavasz jön az első. Törő jár helyette. Ősz és tavasz között nincs forgalom? Én azt hittem. Szörnyű annak, akit ott hagyna. És nem tudja, hogy az utolsó jár. És ott áll októberben, amikor elment az utolsó kom, és azt mondja, a felségem, nem baj, kicsim jön a következő. És februárban Kérdésem, ne kerüljük meg, nem mindjárt jön. Valaki megriad így szántodon, hogy hallod ezt? Mi? Halló, segítsen! Te valaki ki a... De ahogy is, ez csak a húvik. Já, csak ritkábban. Nem áll ott valaki a tihanyi rép? Egyre halkabb, és aztán kész elfekszik. Majd elhallgat. Elcsendesedik az a kubik, elcsendesedik az a kubik, nem sokára jön. Azt mondják, egyébként meg az alacsony vízállás is oka lehet ennek, hogy alacsony vízállás. Ilyen helyen nem tud kikötni. És felfekszik? Hol tág a meder? Hát már úgy az alacsony vízállás. Igen, hogy homokpadra fut. Jött egy harmadik is egyébként, hogy hol tág a meder, és befagyott. Egyébként valóban van, amikor bemegy ott az újpesti holtágba, ott a Nagy Duna mellett, az északi összekötő előtt, ott jobbra lekanyarodik egy pici holtágba, egy kikötőbe. És valószínűleg az bár befagyott, és oda nem tud bemenni. De oda már nem, ott nem jár. Ott elvileg jár, de. Hát pont ez. Igen, tehát az Árpád híd után és az északi összekötő előtt jobbra befordul egy pici holtágból, van egy kikötő. Csinál egy kanyart és visszajön? Nem, visszatolat.
Megfordulott, persze, a kikötőnél megfordulott, vannak evezős egyesületek. Azt a Marina partnál van. A Marina part, na. Így van, ott van egy étterem, ott van egy hajókikötő, ott ő bemegy, ott kiteszi ott az utasokat, van neki ott van neki megállója, és onnan jön ki, így van. Az egy pici holtág, és ha de annak nagy. A holtágnak a végére mész, akkor ott vannak a hajószervizek, ott dokolják a szárnyas hajókat, ott szerelik a hajókat. Szárnyas hajók. Hát a szárnyas hajók is ott állnak, így van. Igen. Igen. Aha. De érdekes világ ez. Ez a hajózás, mi? Azt a mindenit. Vegyünk egy körtél. Amióta elindították, tervezem, hogy kipróbálom, és még egyszer sem jutottam el. Így pedig be lett ígérve a családnak. De nem mertetek ekkorát álmodni, mi? De BKV bérlete lehet menni, hogy nem kell rá pluszba költeni. Tudod, azért ígértem meg, hogy elmennek. Merjetek szerintem veszélyesen élni, ti a vadon család, szálljátok fel valahol, nem tudom, a Vágóhídnál vagy valahol, és akkor menjetek nem. Fel az Erzsébetig, elképesztő, most a hajad leszáll olyan durva. Most figyeljetek, én egyébként úgy általában... 4 km/h egy tömött hajó menni. Meg fogtok lepődni, tehát hogy a tömegközlekedést én arra szoktam használni, meg fogtok lepődni, hogy A-ból B-be eljussak, de ez általában akkor szokott történni, hogyha B-ben van valami dolgom. Most nincsen semmi dolgom ott. De a sétahajókázást nem arra használod, hanem de ez nem sétahajó. De ez az. Ez egy közlekedési eszköz. Hát igen, de ide azért szállsz fel, hogy ülsz rajta három megállod, gyönyörködsz Budapestben, aztán visszajössz. Tehát ezt többen használják városnézésre. Az igaz, de nem fognak lassítani a kedvéért, hogyha felkiabálunk, érted, hogy... Némó, lassabban a gyerekre. Miért menjél lassabban? Eleve 6 km/h megy, mert nem tud gyorsabban menni. Most ott van ugye a jégtáblák eltolása, csákjával, meg hasonló, ami eleve ugye lassítja. Na mindegy, egyszer kipróbálom. Na meghoztam neked a megváltást, Feri. Nekem? Mert látom, hogy nagyon küzdesz. Mivel? Látod ezt mindennek. A kötelet? Nézlek most már egy ideje, és figyelem az életedet, és látom, hogy... hogy gyanús, de nagyon almas. Gyerekek, csak mondjuk el azért, hogy mi ugye olyanok vagyunk, mint a Szabó család, hogy mindent tudtok rólunk, és mi azért egymásról is nagyon szívesen adunk ki információkat. És hát hozzuk a másikat ugye kellemetlen helyzetben. Így van. Na végre. Nem, ezt mondom, hozzuk de hát kellemetlen... elkezd Feri? valamit. Mindig ez a hozunk valakit kell. Körbenézek, ki lehetne. Így van, megint te vagy az áldozat, igen. Feri. Gyere hülyen. Ülj előre. Gyere, pofozók. Ugye, érdekes dolgokat vettünk észre Janival, Feri azt talán. És hát Feri azért nem erről volt híres. De látjuk most, hogy Feri egyébként nagyon hősiesen tűri, ami tűrni kell. És 10 óra 3 perckor letelepedik ő a kis íróasztalra mellé, ahol egyébként egy nagyon akkurátusan kiválasztott mandarin, egy háromszögletű, négyszögletű, vagy esetleg kerek alakú zapszelet, és egy nagyon szépen megmosdatott, friss, finom alma mosolyog rá. 4:11-kor. Feri pedig, hát, hogy is mondjam, egyfajta önmegtartóztatással, hősies lemondással ennyi. Lehuppan az ő kis székébe, sóhajt egy nagyot, és elkezdi megpucolni a mandarint. Megifog a 10 óraidnak. Keresi a böllérkét, és nem találja sehol, ezért puszta kézzel megpucolja a mandarint, és közben fájó pillantásokat vet az abszeletre. És azután, hogyha bekajáltak a általában snitzerrel, Barbie babakra farag nuni, de most ezt hagyjuk. mert hogy ugye vannak itt nagy tervek, többek között az, hogy ugye hát egyrészt te fussál, kettő a dohányzás által... Fussál, előre mennyi futva. Csak egy jó vagy egy jót kicserélek, ugye? Hogy és a dohányzás által magadra kapott kilóktól egy kicsit könnyedében megszabaduljál, ezért ugrott a kolbászos szenya, ugrott a melegített kocsonya 4:11-kor. Nem melegítjük, az idegen jó. Idegen jó. Ugrott a kocsonya. Nem ugrott, csak a fagyasztóba került. Ugrott a kocsonya kulacsba, amit mindig behozom magadba. Nem kocsonya. Megrázom, húzd össze valamit. Nem kocsonya, kocsonia. És szörnyű zapszeleteket, mandarinokat, és a te testednek, a kezednek mindenféle illetidegen dolgokat kell megfogni 4:11-kor, hogy működjön a fogyókúra, hogy ne vegyél túl sokat föl, mert hogy ugye hát leálltál a dohányzással, és hát nem akarod, hogy megszaladjanak azok a bizonyos kilók. És olyan arccal, mint ahogy mások lotyóban turkál. Körülbelül. Azért, igen, mert láttam, hogy jó eszi. Nem étel, hogy szokott. Tegnap láttam mandarint tenni. Én is, hát együtt láttam. Hát az milyen? Jó, azt szeretem. Feri, ahogy te ezt a mandarint, ez a, tudod így, ez mi? Tudod, mint amikor, hogy hívják, bontasz ki valamilyen izét, ilyen, én nem is tudom, de mit. Ne, most azért ne, ez túl karikírozott. A járványügynél szoktad nagyon nehéz dobozokat bontani. Ha a zappe helyre mondod ezt, hogy a fasztott rizsre, azt nem is értem, aki kitaláltat vért, mert a nem is került a pattogatott kukorica, és ez lett belőle, érted? Összeállt. Tehát arra azt mondom, de hát azért a gyümölcse nekem nincs bajom, azért a hiszen a bombálinkát is lehet csinálni. Igen, a mandarin hámozásánál azért volt egy-két nagy sóhaj. Én bögdöstem ott Janit,
ezt nézd, fiat, hogy szemed. Ja, ha mindjárt belehagy. Beteg mindjárt meg. Gyümölcsöt kell fogni. Mikor lesz már végig. Elsohajtottam. Mihez leesik az ujja. Na de most. Szeretnék rajtad valamit kipróbálni. De köszönöm. Végre. Ugyanis egy japán orvos, képzeld el, feltalálta a diétát és a fogyást mozgás nélkül. Tudom, hogy te mozogsz, és emellett mozoghatsz is, de miért ne egészítenénk ki ezt egy alternatív módszerrel? Állítólag 6 milliót adtak el a könyvéből, 3x5 percig kell feküdni egy bizonyos pózban. Fekszel, ez fekszel, a fogyókul, hogy fekszel. És állítólag rögtön olvadnak a kilók. A pali iszonyat nagy sztár lett Japánban, japán nők milliói követik, milliós számban fogynak a könyvei, és de állítólag jó. Működik. Ő egy doki, és Fukuji, így hívják. Aha, már meg, már így megvan a nevéről. Ez az az ország, ugye, ahol használt a tínédzser alsó neműket adnak el sok. Na de azért nagy dolgokat adtak a világon. Ne skatujázzuk be őket azért, hogy csak japán kislányok bugyjait szagolgatják, azért nagy koponyák is vannak Japánban. Gyorsan pálcát törtél egy több ezeres kultúra. Csak mondtam, hogy van ilyen. Van ilyen is benne. Hamar elintéztük az elmúlt 2-3 ezer évet. Hagyjuk, nem is érdekel. Volt ott azért egy-két használható dolog. 10 éve fogyaszt le állítólag nőket, most megírta a könyvet, 6 millió kelt el belőle, hatalmas siker Ázsiában. Ugye csak nőket, de hogy... Elsősorban nőket, ja. ott a japán palik azért nem feltétlen túlsúlyosak, tehát a nők inkább vastag csontok, és a nők szeretnének fogyni. Uh-huh. És azt mondja, ő azt állítja, tudományos alapra helyezve, hogy a módszer alapja nem más, mint hogy az orvos szerint a hízás a medencecsont elmozdulása miatt van, és ha ezt te helyrehozod egy kicsit, és helyre rakod a medencecsontot, akkor a has automatikusan elkezd lemenni, ugyanis a rossz tartás és a medencecsont elmozdulása miatt hízol te. Visszarakod a medencecsontot, uh-huh. akkor az ha már... helyére teszed a medencecsontot, akkor elindul a test, hogy is mondjam, önregeneráló folyamata, és beindul egy ilyen önfogyás. Ezt állítja, és ezt bizonyítani tudja sok-sok millió ember, aki kipróbálta ezt a módszert. Nem kell más csinálni, mint hogy... Igen? Egy törölköző... Bepucsítani mesztelenül, Janinak fogni egy strandpapucsot. Így van. Szerintem csináljuk. Én egy vizes törölköző végével kezdenek majd lecsapkodni. A strandpapucsot forró csukamáj olajba mártani. Az íze vége. Megkóstolhatod, aztán pedig... Nem. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy állítása szerint csak egy nagy törölközőre van szükség, és napi 3x5 percre. A törölközőt össze kell csavarni szakszerűen, be kell rakni egyébként a medencecsont alá, a kezedet pedig hátrafelé ki kell nyújtani, úgy, hogy kifelé álljanak az ujjacskái, tehát hogy ne álljon össze a tenyeret, tehát ne tudjon tapsolni, csak a kézfejeddel. Illetve a lábak pedig legyenek összezárva úgy, hogy a nagy lábújnál találkozzanak, mint egy ilyen kis szép kis diadalívet kirajzolva. Picit, mint egy száraz edzés lenne, ahogy a rajtot gyakorolod száraz edzésen. Ez fekve? Igen. Vagyok most. Én kérek egy hétig az életedből 3x5 percet. Aha. Nézzük meg, hogy működik-e. Vedd föl most a helyes pózt, holnap hozunk egy mérleget, aha. és megnézzük, a 3x5 percet naponta feküdtél, elindult-e a medencecsont helyre rakása és a fogyás. Jó. Állítólag zseniális módszer. Uh-huh. És állítólag működik. Aha. A helyre kell kerülni a medencecsont. Azt nem mondtuk, hogy a 3x5 percben van még 3x2 perc szívlapáttal ütés is. Amikor valakinek nagyon erősen kell püfölni a téged. Reggel, délben, este és a hátamon fekszem, és úgy van a csigetőm alatt. Fekszel, kinyújtod a kezedet, és a feneket fölött a csípődön egy összkakós tekercsbe, csigába összetekert. Nagyobb törölköző. Nagyobb törölközőt teszel be, ezáltal kicsit megfeszül ugye a medencecsont, helyére kerül, állítólag brutálisan működik. Aha, nagyon jó. Azon gondoltam, hogy kértem én segítséget most, hogy... Tudod, hogy mindig szívesen jövünk. De hogy kértem nem, hát érted, mi éreztük azt a belülről jó belső segélykiáltást. De mint tudod, mint a... Hogy hívják, na mint? A szántododat vagyok valamit. Igen. Van egy törölközünk? Van. Én ezt behoztam, de nem tudtam, hogy Ferire kell ráteríteni, úgyhogy inkább... Nem rám kell, nem rám, ezt a csípőm alá kell tenni. De mondjuk ezzel sem vagyunk beljebb. Ez az én méretem, ez a törölköző. Gyerekek, ez egy kéztörlő. Igen, hát ez nem kicsi. Ez egy kéztörlő. Ha most Jani már ebben akinek, egy... igen, hát neked, neked hálózsák. Jó. Igen. Kicsi lóg alóla. Te ezzel elvisz túrázni, és magadat teríted, és nem fagysz meg. Ez abszolút nem. Összebújunk hárma. Ez a Ferinek szalvéta. Az egész kis Manó család összebújik alatt. Tehát kell egy nagyobb törölköző kabát bármi, aha. amivel most összekettekerhetjük az én kabátomat, amivel csak modellezzük, hogy te hogy fekszel. Az jó. És nézzük meg, hogy érzel-e valamit ebből. És vállalsz-e ebből 3x5 percet naponta, hogy így fekszel. Nem kérünk sokat. Nem, ti soha nem kértek. Tekerd össze, aha. csigába. Csigába, kakaósba. Aha. Tessék. Jó. Igen. És
hátamra feküdjek, és ezt tegyem alá? Feküdj le a földre, így van. Segítesz neki, János? Persze. De rendes vagy. Még Magyarországon de nem kaphat ezek. De egyedül feküdni, apu, köszönöm. Nem, azért segíts neki, nehogy megüsse magát. Igen. Feri lefeküdt. Ez most a csípő. Most alatta van? Tessék? Tökéletes. Tedd alá. Én azért az Instára csinálok egy fotót. Úgy. Úgy. És tedd be a törölközőt a csípőjéhez. Benne van. Ja, ott van? Igen. Nézd, milyen tevepatája van. Micsoda? Ú, Feri, hallod, az a tevepata nagyon. Azt a betyárját. Azt a betyárját még hallod. Tevepata. A betyárját. Úristen. Tevepata, teve száj. Jézus. Rég láttam ekkor a tevepatát. Kicsit bevág, bevág a bugyi. Nem jó lelődnyös a szabása. Jó, hát az ember köldökig felhúzza a farmát. Nem, én már fogyott, ez azért van. Meg vagy, Feri, fekszel? Nem, az meg lebeget. Na, az egy következő fokozat, te már ott tartasz. Jó, na, egyébként nincs ilyen könyv. Köszönjük jó, szépen a fotót. Rohadék! Jó, 3x5 percet be tudsz így vállalni? Persze. Tegyük helyére a csípődet. Jó. Jó? Aha. Nézd, nem, most kíváncsi vagyok, hogy tényleg működik-e. Hát annyi módszer van már, és annyi mindent megpróbáltál, és eddig semmi nem sikerült. Feli, nagyon fura így veled beszélget, most már visszaülhetsz. Majd otthon. Ez az első 5 perc. Feszül? Ja. Feszül? Mi feszül? De hát a csípőd. Ne érzel nem. Valamit? Nem, tök jó, kényelmes. Kényelmes. Jó, 3x5 perc. Jó? Állítólag egy héten belül megindul a fogyás. Figyelj csak ebből, hogy... Mit csinálsz? Miről szól a könyv? Azon gondolkodom, mert ezt gyakorlatilag egy perc alatt megtanultuk, hogy így kell feküdni. Ez egy jó kérdés. De a könyv az emberi hiszékenység. Hozzá biztos? Az emberi hiszékenység, a naivitás. A birka szellem. Hogyan megyünk meg egy értelmetlen könyvet 3000 forintért? Még ilyen oldalak vannak. És két ember már csorda, ez a cím. 6 millió japán nem tévedhet. Már ilyen alcímek vannak a könyvben. Oké? Na, 3x5 perc. És megnézzük. Csak kell egy mérleg, holnap mérjük le. Jó. Jó? Mindenképpen. Kivállalja a mérleget. Már nem úgy, hogy ha ezen múlik, már most megcsinál. Csinálsz egy mérleget? Holnap van valaki egy ilyen digitális mérleget? Persze, hozunk egy mérleget. De nézd meg, a Feriben van alázat. Azóta csöndben fekszik a nem földön. Tud felkelni, az van. Nézd, na most kérem a segítség. Én ez az első 5 percet csinálom, hagyjatok már. De én ezt szeretem benne. Benne igazi, van alázat. Azt mondtuk, Feri, feküdj le, tegyél kabátot a csípőt. Ő megtette, és azóta ott fekszik. Kezd furába válni a hangja egyébként. Hogy? Ez a, tudod, ez a hagyjatok csak pihenni. Jó, hát te is ilyen szorosra húztad volna a nadrágszíjat neked. Nem, most én csodol, így elkezdtem félteni Ferit, hogy Feri, van valami, kimegy van, a vér belőle. Van még vér a fejedbe, Feri? Még... Ez neked egy megszokott perspektíva. Emlék, miért te nem szoktál este lefeküdni? Jó, nézzük meg. Oké, holnap lemérjük, 3x5 perc. Állítólag nagyon működik. Fukujina, ez az ember neve. Fukujuzi, ez a neve a dokinak. Jó? Na, ne kelj már fel, vagy... Letelt az 5 perc. Aha. Egyébként most te most mandarinon élsz meg ilyeneken? Nem, nem csak mandarinon élek. Miért még csak mandarinon? Azért nem lesz jó a kísérlet, mert én ugye közben mást is csinálok ahhoz, hogy ne legyek 150 kilós, csak 130. Ja, hogy tudjuk a kettőt leválasztani, ugye? Ez jogos. Uh-huh. Na? Hú, nem tudom. Akkor hagyd abba egy hétig. Jó, oké, mit a fekvés? Hagyd abba egy hétig, hagyd abba egy hétig a fogyókúrát. Figyelj, azt azért látjuk, hogy akkor felgyorsulnak az események, tehát akkor még jobban fogyni kezd. Tehát, hogy akkor itt egy ilyen drámai változásnak kell lenni. 3x5 perc naponta. Hány kilót ígér hetente, vagy havonta? Azt nem írja. Uh-huh. Azt nem írja. Csak az, hogy nagyon nagy siker. Nem tudom, biológiai vagy anatómiai magyarázata valóban van-e a dolognak egyébként. Jó, feküdjél azért így 3x5 percet, holnap lemérünk, és megnézzük jó. Egy hét múlva. Jó, tök jó. Nézzük meg. Lehet, hogy valóban felgyorsul. Igen. Na, drága hallgatók, írjátok meg nekünk, hogy mi volt a legelképesztőbb fogyókúra tipp. Ugye ezen mindenki szenved, és nyilván hát, nagyon sokan szeretnének lefogyni, és ismerik a jó-jó effektust, amikor fogysz egy kicsit elégedett, vagy elkezdesz szedni, megint meghízol, megint lefogysz. Hát nincs olyan ember szerintem, akinek a környezetében ne lenne legalább egy valaki, aki ezzel küzd. Hogy mi volt a legelképesztőbb fogyókúra ötlet, amit olvastatok, hallottatok, amivel a könyvírójának állítása szerint le lehetett fogyni. Hát nálunk is Laci, ugye például az egyik szergesztőnk. Hát hogy lefogy. Laci nagy újrakezdő. Hát, dílerektől tablettát vesz, eszed, asszed, önt, beönt, mindent csinál. Mindent csinál. Milyen elképesztő fogyókúra tippeket próbáltatok már ki, amiről aztán később kiderült, hogy egyáltalán nem működik.
Írjátok meg nekünk. Te a sima diéta, ugye? Sima diéta. Hát így van, meg a mozgás. Igen. Ez a kettő együtt. Állítólag ez működik, nem tudom. Most elindultam fölfelé a dohányzás abbahagyása után már kilóban, és akkor ezt vissza kéne fogni. Hm. De azt mondták egyébként, hogy mellékhatás lett ebbe, Pata? Persze, nem azt direkt kérték, hogy így húzzam be a... Egyébként ebből is látszik, hogy fogysz, mert ez által tényleg, akkor, amikor elkezd lötyögni rajtad a katya, akkor szokott ilyen fura formákat felvenni, vagy pedig tényleg valami csodalapul. Csodalapul. Gyereké hírek alatt meg megmutatom. Csak ne beszélj közben, mert az lelombol. Oda nyúlsz. Férfias bariton. Adsz neki zót, sem még egy megharap. Olyan szája van. Na, ahogy nézted, beszippant egy ananászt is. Drága hallgatók, ha van a környezet a fogyókúrától szenvedő ember, írjátok meg, hogyan próbálkozik, mit csinál, mennyire szenved és mióta csinálja. Jó, várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:49 múlt pontosan. 2 perccel, halló! Mi van? Hogy tetszik? 2 perccel, halló! Lefagyott a hír, indítsunk ide, Zsüli. Üss meg, beakadtam. De jó, hogy nekem csak a fogyókúra jutott, de tényleg, és nem ez. Kicsit én automatába megyek, nem? Ez a robotpilotát ki kéne kapcsolni. Picit ugrik a tűt, össze-vissza a lemeze. És kiderül lett az, hogy egy robot lennék. És elkezdenik füstölni, és kész, vége. És vége. Leadnám a forgalmat. Na szóval 3:49 múlt, pontosan 3 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Érdekes fogyókúrákról beszélgettünk, reménytelen fogyókúrákról, illetve különböző kipróbált módszerekről, mert egy japán orvos ugye feltalálta a diétát mozgás nélkül, 6 milliót adtak el a könyvéből, 3x5 percig kell feküdni egy bizonyos pózban. És ezt kipróbáltuk Ferin, ugye a csípője alá törölközőt kell tenni, nem mindegy a kezek lábak állása, állítólag működik, 3x5 percet kértünk Feritől egy héten keresztül, aztán lemérjük, hogy volt-e valami hatása. És van egy hallgatónk, aki ismeri ezt a módszert. Halló, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt kívánok! Én Kati vagyok. Szia, Kati! Székesfehérváron. Hello, te egy szépségszalonban dolgozol? Igen, Székesfehérváron. És a vendégeid alkalmazzák ezt a törölközős módszert, amit kipróbáltunk Ferin? Igen, képzeljétek el, hogy én már egy jó pár hónappal ezelőtt olvastam erről az orvosról és erről a módszerről, és gondoltam, hát nincs veszíteni valónk, kipróbáljuk a vendégeimmel együtt ezt a törölköző diétát, ami igazából így szerepel az orvosnál, és egyébként a lányom Japánban él, és kértem tőle megerősítést, hogy ott valóban használják ezt a diétát, és mondta, hogy igen, ez valóban igaz. És mi a helyes tartás? Mert ugye Feri, beraktuk a csípéje alá a törölközőt, de hogy ezt egy vonalba kell tenni állítólag a köldökkel, arra kell figyelni? Nagyon kell figyelni arra, hogy a törölköző milyen méret legyen. Hát ezt körülbelül, hogyha 2 fürdőlepedőt összetekertek szorosan, nagyon szorosan, és átkötitek egy zsineggel, akkor meg lesz ez a fix segédeszköz ehhez a diétához. És, egy rúd vastag csabai kolbász, nem jó alá? Hogy az is olyan. A nyelvet fölé javasolnám. Igen, és igazából arról van szó, hogy ezt a törölközőt, ezt, hogyha lefekszel a földre, olyan helyre kell helyezni, hogy valóban a köldököddel egy vonalban legyen ez a törölköző. Ez nagyon lényeges, ugyanis így tudja stimulálni azokat a pontokat, amik beindítják igazából a jobb májműködést, az funkciókat, és ezáltal ugye méreganyagok is távoznak, valamint nagyon kell figyelni arra, hogy a lábadat, ahogy válszélességbe kell tenni a földön, és össze kell, hogy érjen a 2 nagy lábújad. Igen, azt mondtam, hogy egy ilyen szép boltívet alkotni. És a kezek kifelé állna? A kezek pedig úgy kifelé a földön fölötted, hogy meghúzni, kinyújtani a testedet, és a 2 kis ujjadnak kell összeérni. Tehát nem a hüvelykújnak, hogy a fölfele legyen a tehát tenyér. Tehát a tenyerek hanem... egymásnak háttal, tehát a kész fejed érjen össze. Így van, így van. És ezt a poszt, és egyébként csodálkoztam, hogy a Feri azt mondta, hogy kényelmes, mert nem kényelmes. Tehát ezt össze kitartani, így van, tehát így van, ez még arra is nagyon jó, hogy a gerincünk utána tényleg teljes mértékben visszaáll. És mennyit fogytak ezzel a vendégeid? Hát rászegítésnek, hát ez változó, tehát itt 50-50 kilóig. Akkor álljunk meg gyorsan, mert ezt mondtad, hogy rásegítésnek használtak, tehát mit csináltak még? Diétáztak? Mozogtak?
Nem, hát mivel, hogy ez egy alakforváló stúdió, teljes életmódváltást aha. szoktunk általában, de olyan profi gépek vannak itt a szalomban nálam. Aha. Jó, tehát mást ami... is csináltak, az igen. a lényeg. De az olyasna azt lenne, hogyha azt mondanátok, hogy egyedül keveset mozogjátok sokat. Igen, az nehezebb. Na jó, de hogy akkor azért ezt is csináljátok, tehát is ismeritek a módszert. Így van, természetes. Itt készítjük együtt, ha valakinek szükség van rá, segítek. Tényleg bemutatom a teljes testtartást, és tényleg jönnek a visszaigazolások, hogy működik, és a másik az, hogy tényleg egy jobb közérzet van utána. Nagyon kell arra figyelni, hogy nem szabad felülni, amikor befejeztük ezt az 5 perces mutatványt, hanem oldalt kell fordulni, és úgy szabad csak felállni. Legurulni a törölközőről. Így van, egy pár percet sétálni, mezitláb még ott a helyszínen. Aha. Na megnézzük akkor. Jó. Csinálom. Köszi, hogy elmondtad, Kati, puszi neked. Nagyon szívesen. Sziasztok. Ciao. Ciao. Hello. Látod, hogy nem mondok hülyeséget. Látod? Aha. Csak a jó indulat. Tényleg. De drága vagy. Komolyan. Csak a segítő egy olyan dologról beszélünk most, amit úgy csinálnak a székesfehérvári asszonyok és nők fogyni vágyó. Mellette mást is. Hogy igen, de közben alapforvaló stúdióba jár. Nem esznek, tehát nem vacsoráznak, már magvakat és zöldeket fogyasztanak, de egyébként fekszenek 3-5 perc, na elmentek ti a sunyiba. De meg ezt értem. Ez a kezet nem értem. Majd elmondom. Jó. Kifele. Kértük hallgatóinkat, ugye írjanak nekünk érdekes módszereket, hogy ki hogyan próbált lefogyni, sikerült, nem sikerült. 20 éve körülbelül volt egy Bogumil nevezetű tea, evés után 3 litert kellett meginni. Olyan pokoli íze volt, hogy mindig mindent kihánytam. Szerintem ez volt a hatás mechanizmusa. Azóta van olcsóbb megoldás, ez a bulimia. Nem vicc. Barátnőmmel második hete gyötörjük magunkat káposzta leves diétával. Hatásosnak tűnik, eddig bár a leves fogyasztása a negyedik, ötödik napok táján már maga a kínszenvedés. Viszont van eredmény, a második hét mínusz 5 kiló nálam eddig. De ez biztos, ha csak egyedül vágtam volna bele, nem lenne hozzá kitartásom. Sportként úszás, és egy másik sportág is van, csak az egy sporteszköz, reklám lenne. Andi írta nekünk. A fogyókúrám egyszerű, felcserélem az evőeszközöket. Levest késsel, villával, a hús pedig kanállal eszem, írja nekünk egy hallgató. Bandi barátom fogyózik egy hete, de tegnap előtt véget ért a nagyállam. Talált a hűtőben 8 liter hideg töltött káposztát, legugolt elmondása szerint a fazék elé, és átgondolva az elmúlt hetet, neki látott. Szomorúan hívott, hogy nem fogyott semmi. Aj, de értsem, csak igen. Mikor megkaptam a protkomat, fogytam 15 kilót, mert nem tudtam enni vele. Mint a 6-os villamos lett volna a számban. Most már visszanyertem a versenysúlyom, mert már szotyizni is tudok. Szétválasztó diésztát választottam, fogytam is tőle, addig semmi gond nem volt, aztán jött a grátis, ami egy kis epekő, a kiírt műtét előtt egy hónappal, meg egy extra ajándék hasnyálmirigy gyulladás. Mentőkórház 18 nap kaja nélkül, aztán a műtét, most már minden oké, ajánlom mindenkinek, vigyázzon a fogyókúrával, ez Csilla küldte nekünk. Csilla. Igen. Én nem adom fel a jó kis csülükös körömpörköltet, semmilyen rohadmányos fogyókúráért. 115 kiló vagyok, és annyi is maradok. Ról írta nekünk Nagyváradról. Én azt mondtam a feleségemnek, ha nem tud lefogyni, nem gond, majd elmegyek agykontroll tanfolyamra, és ráhangolódom a duci szexre. Te szemét vagy. Duci A duci szex nagyon jó duma. Életem, egy kis duci szex. 27 kilót fogytam narancssal 2 hónap alatt, de az egyik kollégám 10 kilót fogyott, mert békanyálat ivott körülbelül egy héten keresztül. Tehát, hogy csak narancsot evett, 27 kilót fogyott, az, hogy csak narancsot evett? Szép lehet. Mondjuk az is azért igénybe veszi rendesen a gyomrot. Hát van, aki azért nem nagyon szereti ezeket a citrusféleket ilyen nagy mennyiségben. Hát szerintem senki, hogy csak azt teszed, mert az annyi sav. Igen. Tegnap olvastam, hogy egy pohár vörösbor elfogyasztása 1 óra edzésre ér fel. Ez egy kipróbálás mindenképpen megér. Ezt én nagyon régóta ismerem, ezt a kutatást nagyon sokáig alkalmaztam is, de valószínűleg túltoltam. Tehát, hogy két pohár viszont már hízásod vezetett. Igen, ez lehetett a baj. Párom 5 éve, na, hétfőtől fogyózom, felkiáltással él, azóta 102-ről 108-ra hízott. 156-ról kezdtem, most 98 kiló vagyok, a titok az életmódváltás és a sok szex. Reggel ígyomorra citromot iszom, reggel ebéd és este semmi kaja, csak citrom plusz mozgás és türelem. 2 év kellett hozzá. Kemény. Kemény világ vár rád. 2 év citrom. A nővérem olyan teát iszik, amitől non-stop hasmenése van, viszont már fogyott elég sokat. Az jó. Aha. Na, hát valamiért. A barátom a saját vizeletit itt a állítása szerint ez egy ősi kínai gyógymód, egyébként működött, nagyon sokat fogyott tőle. Valószínűleg azért, mert hogy nagyon sokszor hányt a saját visértő. Írj egy hallgat, ez a vizelet kúr, ezt indiában is csinálják egyébként. Csorgatsz egy középsugarast, és akkor azt meg is iszod? Igen. Aha. Igen.
A szűkén vagy anyagnak szóval. Indiában, Ázsiában a vizeletkúrát ezt használják. Aha. De azért nézz utána, hogy egészen pontosan, igen, hogy mire. Hogy mire. Így van. Lehet, hogy zsíroldó vagy nem tudom. Tehát, hogy nem tudom, milyen hatása van. Nem tudom, hogy belsőleg használják-e. De egyébként megisszák. Szép lesz tőle a bőr. Csak hát ugye, azért hát, akkor inkább ne legyen szép bőröm, nem? Nem minden szimpatikus a keleti kultúrában. Igen. Azt mondja, hogy valaki videókat néz, és... Ezzel én is így vagyok, de nem akarok vele fogyni. Hideg zsíroldó, azt mondják, naponta egyszer Kendra a sadra. És jól van, barra küldte nekünk az SMS, ez is hatásos módszer lehet. Köszönjük szépen. Na jó van. Elkezded azért ezt egy hétig a kedvünk? Meg, mindjárt csináld meg. Tudom értelmezni, hogy kell feküdjek, azonnal azt fogom csinálni. Jó. Na megmutatjuk, mi a beugró, drága hallgatók. Ha szeretnétek velünk hármas ugrást játszani, figyeljen mindenki. Dáshoz. A váshoz. Így van, a végét már hallottátok. Mutatjuk. Ez lefonja a robot. Ez jó. Én ezt szeretem. Amikor ilyen könyörtelenek vagyunk. Kettő darab dal, vagy előadó. Ezt küldjetek el nekünk, ha szeretnétek hármas ugrást játszani. Mi pedig jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vagon Jani. Itt a Klassz FM-en. 9 óra után vagyunk, pontosan 12 perccel. Szép reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk a Klasszon. Egy remek tankcsapda. Egy remek tankcsapda után. Ez még mindig jó. Hát ez mindig jó. És ők van nekik kiváló, kb. 30 számuk, amire így séróból rávágnám, hogy ez még mindig nagyon jó, mert hogy tényleg hihetetlen, hogy micsoda slágergyáros ez a csapat. A szó jó értelmében. Így van, nagyon szeretjük őket. Imádom azokat a kis hozzászólásokat, ez egyébként például a holnapi trollpercek rovatába is beférne, amikor ez a májlattátok magatokat, már nem vagytok olyan jók, mint amilyenek régen volt, már csak a múltatokból éltek. Itt ezt mindenkinek mondják, az Ákos is mindig megkapja, hogy a régi Bonanza az mennyivel jobb volt, és a régi Ákos, de most az új Ákos, a régi tankcsapda, de most az új tankcsapda, a régi nem tudom, AC/DC és az úgy, még arra nem mondják, mert ugyanazt csinálják mindig. Tehát, hogy holnap létszi ezt. Egy AC/DC, de az hallottál, az összeset hallottad. Az összeset hallottad. De tényleg jó, szeretjük a tankcsapdát nagyon. Gyorsan egy-két friss közlekedési hír, M6-os 135-ös kilométernél Pécs felé mérnek, ezt Huszi küldte nekünk. Köszönjük szépen, mindenki menjen óvatosan. Ez az M6-oson van, így van. Ez Zepp is elküldte nekünk. Aztán az M3-ason befelé abszolút jól lehet jönni, a Szerencs utca környékén sincsen dugó, kiváló a haladás, küldte nekünk Anita. Az Ácsi úton mérnek a fakabátok Komáromban, üzeni Fecó. Hangácson mérnek a Bögős háznál, csak óvatosan, Csipisz küldte nekünk, valamint az Éres saroknál brutális dugó van. A Kőbánya és a Könyves Kálmán körúttól tudunk-e valamit? Hát én nem látom az SMS falunkon, úgyhogy ha arrafelé jártok és megnézitek, hogy mi van ott, küldjetek el nekünk, jó? Az biztos, hogy az M0-áson Győr felé a soroksári kihajtónál, ezt is kérdeztétek, azért van dugó, mert 5 autó karambolózott, úgyhogy ez a lassulás oka, ede küldte nekünk. Az Acsádi elágazónál már gyűjtik a kamionokat súlyt mérni, Pápán az elkerülőn vigyázom mindenki, üzente Döme, valamint Hangácson, ja ezt mondtam, a Bőgős háznál mérnek. Sopronban boppája trafi, és 16... A bobokat mérik, mi az Istennek? Hát már semmi se szent, hát komolyan, már nem lehet gyorsan is menni. Hát de oda azért mész, hogy száguldozzál. Elképesztő, és akkor beérnek, és akkor kapják a csekket. Hát ez mihez dolog? És visszanézheted magad a kiabáló gyerekkel a lábad között. És megveheted a képet is. Nagyon örülünk, apuka, hogy ilyen boldogok voltak. Ez egy 30-aska lesz. Egy családnak meg. Sikerült gyorsan lecsúszni a boppáján. És szégyen magukat, semmi megbánást nem látunk ezen a képen. Ő a gyereke. A gyerek. Röhögve lépték. Nézzék, milyen felszabadult a gyermek, igen. 47-es út Szeged Békés Csaba között hatóságmentes jól járható Máté, valamint M3-as Kálmánházi pihenő Budapest felé van egy trafi, ezt Gábor küldte nekünk, köszönjük szépen. Nagyon köszönjük az információkat, és nagyon köszönjük az ekézést mára, amelyben engem részesített, kedves Sebestyén Balázs. Csak szerettem volna, segítek fogni. Persze, tudok segíteni, de mindig így vagy. De akkor most arra kérnék téged a Jánossal és a hallgatókkal együtt, hogy vaj szint te utolsó, aki azt mondtad, hogy te, aki soha nem fogsz oda beállni ebbe a sor
műsorba, ugyanis 2 nap óta nézd meg, mi van a telefonján. Egy gyönyörű, hát nem gyönyörű, de egy szánalmas kis nyomi. Műanyagtok, mit mondtál, hogy aki tokot húz a telefonjára, az egy kis... Oké. Na? Beismerem. Na? Elegszem. Eladtad a lelked. Nem. Az hol van? Hol van már az a régi sznob, akit mi megszeretünk? Látjátok? Egy hónapja beszéltünk róla, ugye, hogy aki tokot húz a telefonjára. És ráadásul átlátszó szilikont. Ugye? A legrondább, jó, tudom. Vagy. Tudom, a legrondább. És pöttyös a hátulja. Hú, ne is mondd. Hogy néz ki? Nézzétek, hát igen, én is változom, ahogy ti is, ugye? Hogy azért a műsorvezetők itt változás alatt mennek. Aha. Valaki mandarint eszik, zabkekszet és fogyókurázik, valaki pedig sokat váltotta a tokosokat, és aztán ő is tokot húz a telefonjára. Megérezte a családi büdzsé a havi 4 új telefon? Figyeljetek, meguntam. Meguntam, hogy a gyerek állandóan tönkreteszi a telefonomat, és, és felhúztam rá egy rohadt ronda ocsmány. Hát jó, én is csak jobb a gyereknek. Tényleg már nincsen. Tehát, hogy ki a hibás benne? A gyerek. Ki más? A gyerek töri össze. Ki más? A gyerek ejti le. Egy csomó jó dolog van a gyereknevelésben. Például az, hogy rá tudsz kenni egy csomó. Nincs itt, és nem tud védekezni, de pár év, és betelefonál. Így van. Még csak 13 hónapos. Ezért rá tudok. Így van. Néhány év múlva betelefonál, és azt mondja az Annának, ha szent és féltet az állásodat, Anna, akkor most beadszolás. Az apámmal akarok beszélni. Igen, meg ki szeretném osztani az apámmal. De hogyha nem adsz beadásba, szólok az apámnak. Figyeljetek, Balázsok, egyébként a telefonja most az utóbbi időben olyan volt, hogy gyakorlatilag látványtelefonnál változott át. Én nem hittem a szemünek, mert azt hiszem, a múlt héten láttam először úgy, hogy hiányzott egy ilyen 1 centiszer 1 centis gyakorlatilag egy darab a sarkába be lehetett látni a telefonba. Ez azóta is így van. Most fehér a hátlap, kaptam rá egy fekete előlapot, tehát most egy ilyen nagyon fura mesztis telefonomban, és egy rettenetesen ronda. Rettenetesen rongba, tokba tettem le. Tényleg csúnya. A Bluetooth nem működik rajta, már az elállítodott, elszakadt benne valami, a Wi-Fi is csak nagyon nehezen, tehát az is darabokban van, és igen, tokban hordom. Bevallom, hát ennek a fele nyilván a hulladék konstrukció miatt van, de a másik felét azt te okoztad. Kicsit tényleg olyan, mint ugye hát Jánosnak a mi ismerős, hogy szandázokniban, de ez most... Ez most valóban most már képernyőn is van fólia. Fóliát még nem tettem rá, csak az lesz a következő. Rettenetesen. És hogy zajlott maga az, hogy így ezt választottad, hogy rágyúrtad magad, bementél a haverodhoz a boltba, és ezt nem figyelj. Adott valakinek egy ezrest, hogy menjen a boltba és igen. Megálltam a bolt előtt, és az első arra jövött, megkértem, hogy menj már be, vegyél már nekem egy tapot. Nem, megint lejtettem, tönkrement, és mivel nem volt biztonsági mentésem, így nagyon megijedtem, hogy oda egy csomó telefon, egy csomó jegyzet, rengeteg minden, amit én közben felírok, meg fotózok, meg nem tudom, és imádkoztam, hogyha most ezt még megcsináltok, bármilyen előlapot tesztek rá, bárhogy rendben hozzátok, egyrészt csinálok egy mentést, kettő megígérem, hogy teszek rá egy tokot. Tehát nagyon sok minden nem tűnt volna el. Aha. És a pánik. Aha. A pánik ezt ismerős boltjába csináltattad? Igen. Aha, hát akkor nem voltak nagyon, nagyon toppon, mert én azért kijátszottam volna egy pár ütőkártyát, tehát eleve csak véletlenül Hello Kitty is tokot találtam volna. Mutasd csak, hasonló. A tokkal, légy szíves. Én valami kis csengetyűs, ilyen bizbaszt is találtam volna. Látod, mondom, majd odaadom a kezedbe, ráadásul olyan tokot kapott a Balázs, hogy a sarkai meg vannak vastagítva, nézd meg. Látom. Hát figyelj, ez rémciki. Tehát ez a ciki kategóriás tok ráadásul. Ugye? Hát nézd már meg! Hallod, egy ilyen boomsli hogy... vacak lett ebből a gyönyörű telefonból, a sarkoknál meg van vastagítva, Jézus úristen! Mondjuk, ahogy a márkából látom, lehet dobálni is. Ezzel mindent lehet. Mindent bír? Próbáld már ki. Tudom, én is öregszem. Én is öregszem. Te szájkaratés! Na, az aláírom. Milyen ezután még? Meleg lábfürdő este? Ezt honnan tudod? Ne. Jó, ez már megvan. Mint szoktam mondani, nem az élet kemény, ugye? Nem az élet kemény. Te vagy csicska. Mondhatjátok nekem is egyébként. Na, mikor kezdik felújítani a 3-as metrót? Meglepett a váltás. Nagyon jó, igen, meglepett. Én sajnos csak azt tudom, hogy várj, azt mondja, hogy olyan április magasságában talán. Április magasságában, és akkor arra lehet azért számítani, hogy nagyon sok helyen csak ugye metropótla autóbuszok fognak járni, hát az nem lesz egyszerű. Tehát ugye a város közlekedésének az adni fog. És teljes felújítás. De nézzük, igen, nézzük a jó oldalt, hogy legalább felújítják. Tehát nem végnek bent utasok, nem ráz meg az áram, nem kell a csatornában botladozni, tehát felújítják. Tehát ez a része, igen, tehát hogy vannak előnyei. Tehát azért van előnye, persze. Igen, mindenképpen. Hát én vissza fogok szokni a kerékpárat, ez teljesen egyértelmű, hogy én ezt a távolságot nem fogom megtenni autóbusszal.
mert hogy tömegnyomor lesz minden azért reggel. Gondolj bele, hogy ma a mínusz 10-ben felülsz a bringára, csak hát, mondom. Azért vigasztal, hogy áprilistól kezdődik. Hát, na de bele fog bízni. Ki tudja, hogy mi következik. Hát, ugye, és meddig lesz tart? Ugye, hogy lesz még tél jövőre is. Igen. Lehet, hogy még 3-4-szer elnézést kérnek, mert egy picit majd elhúzódik a tatarozás, karbantartás, stb. De ráfér már. Tehát mi már megszoktuk. Tehát, hogy mi úgy vagyunk vele, akik minden nap járunk metróval, hogy amikor ránézel egy ilyen régi ruszki metrószerelvényre, akkor semmi nem csodálkozott. Nem meglepő, ahogy kinéz. Semmi, de ha valaki persze. Mondjuk ritkán jár metróval, és mondjuk egy vidéki városból jön el Budapestre, és utazik vele, és ránéz a metrószerelvényre, hát az megdöbben. Hát ráadásul ugye ott van egy óriási kontraszt a 3-as meg a 4-es, de egyébként meg a 3-as meg a 2-es között is. De gondolom, nem mit szólnak a japánok, mikor lemennek ugye a járatban. Nem hiszi. Nem érti. Nem érti. A Vidám Múzeum. Ez egy működő múzeum. Igen. Körbenéznek, hol kell egyet venni. Igen. Múzeum most nénitől fotóznak. Igen. És azt mondják, úristen, de menő itt Magyarország. Mennyire retro. Nézd meg. Egyszerre múzeum, egyszerre tömegközlekedés. Tehát, hogy a kettőt együtt használják. A kettőt együtt használják, igen. Na, de és új metró szerelvények lesznek, vagy ezeket újítják föl, vagy jönnek az újak? Ezeket újítják föl, ezeket a régi 30-40 éves vackokat tényleg? Nem, mit lehet fel. Ötből csinálnak egy. az viszont nagyon jól fog menni. És állomást is újítanak? Igen. Simpályát, tehát mindent. Igen. Na, szép lesz. Összevonják a több állomást, a Népliget és a Nagyvárad tér egy lesz, csak hosszú lesz a peron. Hallom, hogy végig szaladsz rajta. Át lehet bringezni, igen. Na jó van. Mutattuk a beugrót, ugye, hogy mit kellett kitalálni. És hát nagyon sok SMS jött, úgyhogy itt van már is hallgatónk, valakivel már is játszunk. A hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Már is. Szomszéd. Szomszéd, igen. Azt írja, hogy április elejétől a 3-as metró csak a Lehel és a Nagyvárad tér között közlekedik, esténként 20 órától pedig egyáltalán, tehát először csak este és éjszaka lesznek a komoly munkálatok. Utána lesz majd a nagy felújítás. Köszönjük, Juli. Na, jön a hallgatónk. Megvárjuk. Itt van már is. Halló, jó reggelt kívánunk. Hello. Hello, sziasztok. Balázs vagyok Veszprémből. Balázs Veszprémből. Mivel foglalkozol, Balázs? Hát marketinggel, dizájnnal, grafikával leginkább. Marketing, design, grafika. Saját céged van? Családi vállalkozás, igen. Uh-huh. Az jól van. Arculatot terveztek. Azt is csinálunk, igen. Szoftvert fejlesztünk, hasonlók. Ez jó. Először játszol velünk, Balázs? Egy másfél éve talán már játszottam veletek egyszer. Nem mostanában, de egyszer már volt lehetőségem. Nyertél? Most nehogy azt mondta, hogy emlékszel a hangjára. Nem. Most nem. Csak megkérdeztek. Nem, most nem. Csak elgondolkoztál, ilyenkor mindig az szokott lenni, hogy megmondod, hogy igen, már játszottunk. De akkor úgy kérdezem, hogy nem játszottunk mi már valamikor, de most nem, most csak megkérdeztem. Milyenek a kérdések, Jani? Hát szerintem könnyű. Most úgy jött ki, a tegnapi az egy kicsit nehezebb kérdés sor volt, de ez a mostani ez azért lájtos. Na figyelj, mehetünk más? Mehet. Így szól az első kérdés. Melyik film trilógiában szerepelt együtt Liv Tyler, Viggo Mortensen és Orlando Bloom? A Gyűrűk Ura. Így van, ez a Gyűrűk Ura, jól van. Jól van. Mehet tovább? Menjünk tovább. Így szól a második kérdés. Morincsos baseball sapkáját. Melyik tájékozódási eszközt nevezik régiesen kompasznak is? Iránytű. Így van. A fáradt profi. Iránytű. Ennyi. Mi legyen a harmadik kérdésem? Fussunk neki. Na, így szól a harmadik kérdés. Melyik sportág egyik világklasszis játékosa Alexander Ovechkin? Figyelj, ő tényleg világsztár, én csak mondom. Igen? Hát akik ismerik a sportágat. Ott a pont. Ez most fogós kérdés. Hát mondjon rá. Nem tudom, egy tippem van, csak mondjuk tenisz, mert annyit beszéltek róla most. Aha, nem. Ő a világ egyik, ha most nem a legjobb jégkorongozója. Hát ez. A Washington Capitals. Jégkorongos sajnos annyira nem követem, úgyhogy. A kis Ovechkin. A kis Sanyi. Gondolom, egy 130 kilós hírű avatlanizmus. Ovechkin Sándor.
Ovecskis Sándor, igen. Ami kis Sándorunk. Na jó, bumm az egyet, hát ha. Jó, indulnak az elmékcsomagok, figyeljték itt, aki. Bum! Na, azt a betyárját! Azt a betyárját! Hogy ég, de hogy ég! Hoppácska. Fújd meg még egyszer. Fújd meg, na. Nálam nem. Sem. Most, most szállt fel a füst. Nálatok? Sajnos nem. Nem villog? Sajnos Anna? Nem villog. Nálad sem. Nézek ki. Nem. Hát Balázs nem villog. Semmi nem baj, ad. Semmi baj. Nem ad a szoftver. A múltkor nyertél, nem válaszoltál az előtt. Igen. Pláne nem ad. Most azonban elkezdett villogni. Jézusom. Most erősebben, többször, intenzívebben kezdett el villogni, hogy nem, nyet, no, nine. Aki itt, hogy tilt. A flipper, tilt. Igen. Nem adott. Semmi baj. Jó volt az eventeket hallani. Nekünk is jó volt veled játszani. Köszönöm szépen. Hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Na még gyorsan egy-két friss közlekedés hír. Trafipax a Jászai-Mari térnél Buda felé vigyázzatok. Kaposvár felé puszta SMS után hatalmas kocsisor egy kidőlt fa miatt, ami keresztben az úton. 10-kor zéhám lett volna, erről lecsúsztam, Judit küldte nekünk. Szentendrei út Árpád híd 3-as karamból, rendőrmentő már torlódik a Szentendrei út, próbáljatok kerülni. Azt mondja, hogy a régi ötösen a 106-os kavicsnál trafi. Ja, és Balázs nem értesz, a tenicez, Monkik. Na. Ő még egy szúrás mára, ez az. Igen. Mi van, Bali, holnaptól le is cseréled a telódat, esetleg szungra te kis szánalmas, tattel származik. Köszönjük, igen. Balázs, inkább legyen tok a telefonodon, mint legyen Android. Egyébként így van. Ez is egy nagy igazság, igen. Bali, napi automatikus mentés beállítható az iPhone-odon, és akkor nem kell naponta menteni. Nézek, zsűre, nagyon bólogat, adjuk. Beállítjuk. Ti tudtok ilyet? Mi? Van cloudotok? Ilyen cloud szolgáltatásotok van? Hát nem, csak azt szeretném kérdezni, hogy 10 perc ezelőtt, sőt, 2 perc ezelőtt tudtál róla, hogy van ilyen szolgáltatás. Nem, mi mindig ugye zsűrre nézik ilyet. Zsűr, mi tudunk ilyet? Tudunk. Na és nektek van? Imádom, hogy rögtön én megkapom a lepantatót. Zsűr, az egy kis fegyver hordozom. Jorban nézek, azt mondja, adhatsz neki. Van. És már indulok is, érted? Zsűr az én edzőm. Igen, és akkor így van ilyenünk? Van. Akkor kapjuk előket. Nyitott tenyerét billegteti jobbra-balra és csóválja a fejét. Akkor inkább nem mész bele. Akkor nem megyek bele. Most már tudom, hogy van ilyen, úgyhogy nektek, androidosoktok, van ilyen szolgáltatás. 9:30 múlt, illetve pontosabban lesz, 3 perc múlva, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataiban. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 9:30 múlt, pontosan 6 perccel, Balázsadik tökös csávonok tartottlak, most már csak tokos vagy. Ennyi. Végre. Köszönjük az SMS-eket. Na, mutatjuk, hogy mivel is foglalkoztunk ma reggel, több rövid témánk is volt. Többek között ugye felrepent egy, hát egy ismilyen kacsa jellegű hír, ami nyilván álhír, de mi nagyon jól szórakoztunk rajta. Tegnap kapta föl valamelyik bulvárlap, és aztán átvették néhányan, miszerint ugye hát a TV2-nél időjárást fog jelenteni Palácsik Tímea. És gondoljuk azt, hogy ez valójában valóságos lenne, én azt hiszem, hogy azért nem sok. Már a casting? Nem a casting, hanem ja. A hír önmagában, tehát ezt nehezen tudom elképzelhetőnek, de tartom elképzelhetőnek, de mégis eljátszottunk a hírrel, kicsit fantáziálgattunk, majd tartottunk egy nyilvános castingot, szemléltetve azt, hogy milyen nehéz azért ez valójában, hogyha az ember kap fél percet, és csak annyit mondanak neki, hogy fél percig most beszél az időjárásról, akkor hát nem mindenki tudja azért ezt így gyorsan, frappánsan megoldani. Hallgatók sokasága telefonált, mindenki szeretett volna adásba kerülni, és hát teljesíteni a nyilvánosan meghirdetett castingon. De ahhoz képest, hogy spontán volt a felvetés, nem is voltak rosszak. Sőt, találtunk egy igazi gyöngyszemet is. Találtunk egy igazi gyöngyszemet, fiúk, lányok, mindenki telefonált, mindenki szeretett volna időjárás jelenteni, és időjárás jelentésben kipróbálni magát. A neveket átadtuk már egyébként a TV2-nek? Ha mégis lesz casting. Átadjuk. Átadjuk, igen. Átok Németh Lajos egyébként nem távozik a csatornától, ez is csak egy ilyen korábbi kis nyilatkozatát értették félre, úgyhogy most nagyon, nagyon kotor szegény, hogy visszavegyék, mert már döntötték a szerzőt. De hogy gyerekségben. Na, és egy japán orvos feltalálta a diéta és mozgás nélküli fogyás titkát. Állítólag már 6 milliót adtak el a könyvéből, 3x5 percig kell feküdni egy pózban, és állítólag rögtön olvadnak a kilók.
A doki szerint, ha a csípő és a medence csonta helyére kerül, akkor megindul a fogyás, méregtelenít a máj, méregtelenít az epe, és hát van itt valaki, aki ugye 10 óra 10 perckor lekuporodik az a kis asztala mellé, és nagyon szólva. Csak leülök a székre. Jó, de azt miért sem mondhatom így. Jó, hát most az, hogy túlsan azt lenne. Szomorú arccal zabszeletet és mandarint eszik. Gondoltuk, hogy Ferin ki kell próbálunk ezt a módszert. Ma almám van. Alma van, és rizs. Istenem. Nem akarok egy olyan világban élni, ahol te zabszeletet eszel, és én tokot hordok a telefonomon. Hát ebben az országban már bármit meg lehet csinálni? Hát lehet ilyen világban élni, ahol Bali tokot hord a telefonján, te pedig zabszeletet eszel mandarinnal 10 óra, 10 perckor. És nekem szemben van vele az asztalon, és mindig, minden nap, 4-11 magasságban facsarodik a szívem, hogy látom, hogy sóhajtva kinyitja az ételes dobozai. Szegény Feri. Kinyitja a hűtőt, belenéz az üres mikróba, becsukja, majd leül, és megeszi a kis mandarinját. És a nagy tenyerében az a kicsi mandarin, ahogy eltűnik, szegényken. Az óriás, ahogy hámozza azt a kis pici ártatlan mandarin. Alig bír vele a nagy ujjaival. Az ujjacskáiból csak tépi a mandarin húsa. A puffasztott zabszeleteket, és közben előtte ki van nyitva a laptopon a csülök.hu. Kövér könycseppek gördülnek le a szeme bogarán. Igen, de hát ez van. Ez van, ha az ember a fogyás útjára lép, így van. Szóval Ferin, kipróbáltuk a módszert, ezeket a pillanatokat, most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show. Klassz FM-en. Csak hogy hát, ha valaki nem hallotta, utána tényleg betelefonált egy hölgy, aki elmondta, hogy egy szépségszalont vezet, és ugyan más is csinálnak a hölgyek, de előszeretettel alkalmazzák ezt a módszert, ismerték ezt a könyvet, és nagyon sokan tényleg napi 3-5 percet fekszenek az adott pózban törölközővel a medence csontjuk alatt, és állítólag működik. Mondom, maga a hír, hogy ő ezt feltalálta, 6 milliót adott el belőle, és a japánok imádják, ez valódi. Hát mindenki próbálja ki. Mindenki próbálja ki otthon. Igazából akkor születne objektív eredmény, ha más nem csinálnál mellette. Igen, tehát se sport, se visszafogott. Hanem megnézni, ugyanúgy ezt csak fekszel 3-5 percet. Most képzeld el, hogy most mindent, amit egyébként hetek óta csinált, a diétát befejezni a sportot, stb. Csak erre állna rá, és nem működne. És hogy örülnék. És az egészet kezdhetni szegény előre. Ízna 6 kilót. Kösz, Bali, tudod. Köszi. Óriási volt a módszer. És most más. Csabi, hello, jó reggelt! Jó reggelt! Szerintem ez nem annyira működőképes, mint amiben most van a Feri. Hát látványos, nézzétek meg, még a szakálla is kinőtt, ahogy összement a feje. Igen! mert addig benn volt a szőr, hogy összeszotjett, és... Igen. De most valójában volt ilyen előtte-utána mérés? Tehát, hogy elind volt egy kiinduló pontot? Igen? Persze, tudom, honnan jött. Tudom, hogy honnan mennyi, jövök, mennyi mínuszban vagy. Mennyi mínuszban vagy? Azt nem tudom még. Előtte nem, mérés volt, igen. De még nem méretsz. Hát tönkre nem méretsz. Igen, mert ahogy rá, az elsőre ráálltam. Elfüstölt. Ilyen volt jelet, török mérleg, kép mérleg. Ez már kibír. Elfüstölt a mérleg. Csak hogy honnan indultál? Magasról. Változunk, gyerekek, nagyon változunk. Baj de tényleg, a hallgatók füle hallatára. De ez baj? A fogyás, a zabszelet, a mandarin, a tok. Ami egy csomó olyan, amit mi régen hirdettünk, hogy nem. Igen. Igen. Egykori önmagunkat köpjük szemet. De tényleg. A Feri sportol, fogyókúrázik, leszokik a dohányzásról. Én belekezdtem egy kötelező olvasmányba. Te, ki van? Ki olvastad életed első könyvét? Hétvégén disznót tömsz, kolbászt csinálsz, a következő az, hogy hús elő leszel, érted? Én szerény, tehát hogy mi lesz a következő? Mi lesz a következő? Hogy szerény leszek? Nem akarok egy ilyen világban élni, ahol te húst teszel, te fogyókúrázol, én pedig szerény vagy. Nem. Semmi esély nincs. Az is jel. Tényleg, az eszem megáll. Na, hívjuk a nap hallgatóját. Hát így múlik el a világ dicsőség. Morning Show. Az bizony. Jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Mi? Gábort keressük. Mi? Barnát, bocsánat, Barnát. Ja, sziasztok, én vagyok. Hello, Barna. Hozzászóltál te is Feri fogyókúrájához. Ugye kértük a hallgatókat, hogy írjanak nekünk módszereket, ki hogyan próbált lefogyni. Egészen elképesztő SMS-ek jöttek. Aztán hát többségükről kiderült, hogy ezek nem működő módszerek. Te nagyon egyszerű dolgot írtál. Hideg zsíroldó naponta egyszer kendd vele a hasad. Aztán jól van. Saját tapasztalat, Barna?
Nem, én nem próbáltam, én jól érzem magam, mint közel 100 kilósan. Közel 100 kilós vagy te is? Igen. De nem akarsz fogyókúra, ezért nem is kezdtél bele soha. Ezt a vágába sincs. Helyes. Úgyhogy. Fiatal, hát, de a 100 kiló az jó, másnak alapsúly, másnak álomhatár. Nagyon szép lenne az, új, de örülnénk. Barna, hol hallgatsz minket? Kecskeméten. Akkor odáig fogjuk küldeni az ajándékcsomagot, jó? Jó, köszönöm szépen. Ilyen gyakorlatias gondolkodásmódok vagyunk. Köszi, hogy minket hallgatsz, jó munkát neked, köszi. Köszönöm, sziasztok. Ciao. Szia. Mielőtt elköszönünk, most kapom az információt, hogy esetleg vannak új fejlemények a tenisz bunda botrány ügyében? Hello Melbourne, hello Balázs! Jó eset! Szia! Jó eset kívánok! A szó a stúdiói! Kapcsoltuk Melbourne! Így van, ahogy ezt az MTV-ban csinálj! Csabi, kell remek zenét? Jaj, de kemények vagytok. Azért hozom Adélt, mert nagyon-nagyon sok mindenben kapcsolódik a Ferihez, hiszen... ő is nemrég szokott le a cigiről, 25 szálat szívott el naponta, hát ezért voltak korábban ugye hangszál problémái. Ő is küzd a súlyával, és... Igen. Csupa kedves szó, így a műsor. És még igen. És neki is javas szalona szaga. Az van nekem ott. Gyerekek, ne bántsuk már. Hát már földön fekszik, ne rúgaljuk. Most, de már most a derekam alatt egy törölközővel fekszem a földön. Ez a jó. Ebben a műsorban senki nem kímél senkit, gyerekek. Ez a jó. De nem volt semmi bántó. És őt is rajta lehet kapni, hogy hentes áru boltok kirakatára nyomja rá az órát sírva. És nyalogatja a kirakatot az üvegen. Ne, szóval Adélt hozom. Nyarogatja az üveg. Igen, Adélt hozom. Szóval Adélt hozom, akinek most van egy vadi új dala, ez a When We Were Young. És képzeljétek el, hogy Madonnát is megelőzte, mert eddig Madonna volt az a brit eladási listákon, aki a legtöbbet szerepelt az első helyen a női előadók közül, és hát most már maga mögé utasította ezzel. Te ennek az Adélnak mi baja van folyton? De semmi. Igen, kezd elfogyni most már, mert a régi csalódásos történeteid, meg szerelmi történeteid, meg szakításaid már kiírta magából, és ő maga is már nyilatkozta, hogy picit gondolva, most már nem tud mindjárt fogni, hiszen van egy gyönyörű gyermeke, rengeteg pénzt keres, és iszonyatosan szeretik az emberek, tehát ilyenkor már nehéz. Én imádom a dalait is, annyira szép, ahogy énekel, hogy egyszerűen felhangosítod a rádiót, tehát kevés előadó van, aki úgy valóban eljut a lelkedig, nem? És Adél hangja, zenéje, a dalai ilyenek. De tényleg, de hogy azért mindig szomorú dalokat énekel, vagy a legtöbbször szomorú dalokat. Hát lehet ez koncepció is, nem? Ah, igen. Pont azért, mert ez jön be, de egyébként nagyon azt gondolom, hogy tényleg saját tapasztalatból jönnek ezek a dalok. És ez az új, ez tuti, hogy ott lesz majd a karaoke bárokban. Majd fogjuk mi is énekelni a következő ilyen összetartáson, és ha lesznek ilyen tévéműsorok, ahol tehetséges énekeseket keresnek, akkor biztos, hogy ezt mindenki fogja énekelni, vagy legalábbis megpróbálja énekelni. Nem vidám, nem lehet rá táncolni, hát megmulatozni, tehát nem ez a kategória, de nem is ezt várjuk Adéltól. Meghallgatjuk. Csabikám, jó munkát neked! 555-55-00 a telefonszám, ha szeretnétek dalt kérni, akkor hívjátok Csabit, mi pedig jövünk holnap. És Gáborunk is érkezik. Így, na, végre. Igen, végre a tábornak. Jön Bio Gabi. Jön Bio Gabi holnap. Majd a szilvesztert kérdezzük meg, hogy mekkora buli volt. Ó, hát ott aztán szerintem héztem, mint erőkoktél, erőturmix, főtlencse, rántott tofu. Jó. Így van, biztos felbontottak egy erjedt baracnyaktát. Igen. Megittak rá két kölyökpesgőt, bevackolódtak, és 11-kor már durvoltak valószínű. De hát mi ezért szeretjük, ami drága Bio Gabinkat jön holnap. Úgyhogy jövünk mi is 6-kor. Szép napot, szevasztok! Ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.